Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jaj, 6 óra múlt 11 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Mi húzódott a torkodra reggel? Kalács. Ja. Aha. Anna hozott kalács. Micsoda betegsége van ennek a gyerek. Vagy valahogy nem tudom, és az ettem egy falatot, és ed. Egy ilyen mutáns kalácsot hozott be az Anna. Nem tudom, figyeltek, most nem tudom, hogy Balé szeretelve látta-e már, vagy egészbe. Én kimentem, és megijedtem tőle, basszus. Méteres. Fél hatalmas. Hatalmas. Most ezeknek súlyuk is van, vagy pedig csak méretük? Van, súlyuk is, tömegük, minden. Jó. Jó kalács, meg hát itt van, ugye nem kellett érte tenni egy lépésre, nagyon szeretjük az ilyet. Pont azon gondolkoztam, mit reggelizzek, mondom, megcsinálok egy szabot magamnak, vagy mit tegyek, de azért ez így mégis jobb, hogy az ember egy kis reggelire. Nem rossz az, nem rossz, nem olyan, mint a Balázs, de hát azért... Istenem, amikor persze. Még a sütőiparban remekeltünk. Jó volt, ez egy jó kis kitelepülés jó volt. Hol volt? Ez egy pékségben voltunk. Helyileg hol volt? A négyes út mellett. Igen, ott. Nem jut eszembe, igen, négyes úton, ahogy megyünk Szegléd előtt. Egy kis pékségben. Egy kis pékségben, és ott született meg a Balázs, amiből szerintem megint egy olyan dolog, amit elengedtünk, pedig az a milliárdok felé vezető bizony, út lett bizony. Volna. Jó kis Balázs, de ez nagyon finom, gyerekek. Bocsánat, hogy eszembe, muszáj, mert... Ne, egyébként. Hát vigye, most nem. Semmi nincs vércukrom, és nem tudok beszélni. Igen, tök fontos egyébként. Eltűnt? Nincs vércukrom. Nincs vércukrom. Na, a vércukor! És megjön! Itt van! Hölgyeim és uraim, fogadjátok nagy szeretettel a színpadon! A vércukor! Milliárdos barátja miatt mocskolják Zimány Lindát, ez rá esett a pultra és megszólalt. Hey! Zimány Linda már tapsot is generál a Morning Show-ban! Ja, tudod mi van? Hogy az újságok alatt van egy klaviatúra, és azzal is lehet tapsolni. Még egyszer. Még egyszer nem, ha most nem, ha direkt akarod, akkor nem. Ha direkt akarod, akkor nem csinálják. Hát de most miért bántják szegényt? Hát hogy most ha egyszer az őszinte szerelem utat tör magának, ott senki semmi nem állíthatja meg, de szerintem nem is törődnek ők ezekkel a cikkekkel, meg mindenféle rossz indulatú megjegyzésekkel. Hát most csak csivitelnek, tudod, mint a gerlepár. Hát az, a gerlepárt se zavarja, a lövöldöznek rájuk. Hol zavarja már őket csak? Ugye? Érted? Most ugye, érted, hogy felső vezeték csere van éppen a héven, vagy sem, ez két gerlepárt, vagy egy gerlepárt, hol zavar már ők ott turbékolnak a kábelen? Átszállnak másik kábellel, hát ha elvitték. Hát ennyi, és gyerekeket. Persze, nincs baj. Kedves Feri, szimpatikus. Az egyetlen ember, aki elmutatja magára, hogy az összes sugarbirdöt felpróbálta. Nem? Így van. Így van. Az egész kollekciót. Az egész kollekciót. Úgyhogy igazából nincs ez a őszinte érzelmek, ez a őszinte szerelem. Az ő részéről még azt feltételezem, hogy akár az is lehet. Hát itt Linda esetében azért ez ugye sok szempontból kérdéses, de hát ha boldogok, akkor hajná. Hát egy reggel megébredt, érted? Mert mit tudom én, felbontott egy bankszámla, kimaradott, és rájött. Lehet, hogy baj van. Hogyha igen, szükség van erre a szerelem. Van egy kis baj, igen. Igen. Úgyhogy ők együtt. Mi újság, milyen a sziget kint? Nagyon jó a sziget, tehát van beszámolni való, mert már hallgató kérdezi is. Tegnap éltem a tanácsoddal, és gyerekek, azt kell mondjam, kocsi ügyben egyel beljebb vagyunk a Balázs tanácsával. Elmeséltem, hogy lemerült az Alfa, a gyönyörűség, odaálltam vele a családi autóval, tegnap hajnalban mókoltam rá, összekábeleztem, és nem indult. És akkor te mondtad, hogy járatni kell egy 10 percet körülbelül, igen. Ugye a másik autót. Ennek egyetlen egy technikai akadálya volt, hogy még garázsban állok. De mondom, dacolok az elemekkel, tehát muszáj, én egyedül nem tudom kitolni. A lakotásokkal inkább, mint hát az elemekkel. Igen, de szerencsére ők ilyenkor dolgoznak napközben, úgyhogy lesúrogtam a másik autóval a -1-re, rákötöttem a kábelt újra, beöröffentettem a gépjárművet, mert mondom, egyedül nem bírom kitolni az autót. Tehát, az úgy elég kemény. Hát igen, ráadásul ilyen hülye kanyarba kell följönni, és fölfelé mondom, úgyse fog menni. És amikor már nagyon keményen villogott a piros jelzés, hogy túlterheltség van a levegőben, egy 8 percnél, és magam se sok levegőt kaptam, akkor mondom, utolsó erőmmel még megpróbálom beindítani az autót, és lásd csodát, amit mondták, körülbelül 8-10 perc, és már jött is a hang. Mondtam én, hogy jó vagy, apám, azt kell mondanom, hogy ebben jó vagy, vagy ebben is. Technikai dolgokban annyira nem, de a bebikázásról mindent tudok.
akinek kis poszkia volt, az minden túl erről a dologról. Válságkezelésben nagyon ott van. Most annyit kell csinálni, hogy elmész és rámérhetsz az aksira. Ja, már elvittem szerelőhöz. És töltés, vagy a aksiba? Nem, ott hagytam az autót, mert aztán kiderült, hogy lett egy elektromos hibája, a jobb első ablak nem jött le. Mondtam, ez engem annyira nem zavar, attól az autó még csodálatosan működik, majd ha egyébként megyek ilyen olajcserére, akkor majd megnézik. Ez volt egy héttel ezelőtt. Meg úgyis a baloldani könyökölsz. Azt mondom, hogy a baloldani működött. Ha bár átérsz. Ha akarok át, na de hát egyszer sem akartam még a jobbon kikönyökölni, és akkor most elvittem a kocsit, hogy mert ez a jobb oldalon nem jött le, és én hallottam valami kattogást, egy ilyen relé, azt mondták, hogy az beakadt, vagy nem tudom micsoda, de azt kell cserélni, meg minden. Ott hagytam, megcsinálják az olajcserét, rámérnek az aksira, föltöltik. Tök jó. És akkor megy a... Vagy az aksi lesz, vagy a töltésed, de igen, van valami. Szerintem csak simán egy aksit kell majd belevenni. Ja. Ha újra lemerül, akkor biztos. Igen. Na úgyhogy ez van, ezzel kezdődött tegnap a nap. Mert mondtam, hogy ezt meg kell csinálni, meg kell oldani, úgyhogy ez sikeres volt, és köszönöm még egyszer a tanácsot. A sziget nagyon jól van, ugyanígy, mint ahogy tegnap is volt, az bámulatos, hogy még mindenki a Robi lázban ég, vagy hát abban a tudatban volt, mentem ki tegnap én is. Mi megálltak a koncertet és robiztak? Nem, hanem, hogy a kimész. Még egy kvint. Nem, hogy a kimész, aki is kint voltál a Robin, akkor az a tömeg van benned. És töredék ember van kint, tehát konkrétan vannak olyan helyek, ami üres a szigeten. A nagy színpadon meg mit tegnap volt halott pénz, a magyar érdekeltség. Figyelj, csutkatelt ház, de imádják, nem a nagy színpadon volt, hanem a Petőfi színpadon, ami ugye egyel kisebb, de csumatelt ház például azon, vagy volt éjféltől volt Budapest bár, az szintén ugyanúgy telt ház, tehát azért a magyarok is úgy megtalálják, bár az igazi ilyen nagyágyú fesztivál zenekarok, nem mintha ők nem lennének azok, de például tankcsapda nincs a szigeten. És évek óta először fordul ez elő, hogy nincs. Én úgy tudom, hogy nincs. A tavaly vagy tavaly előtt voltak, mert én voltam. Tavaly minden évben van. Minden évben van, vagy nagy színpadon, vagy ugye akkor még volt rock színpad, és ők például nincsenek, de ezek a zenekarok nagyon jól csináltak. Zseniális francia zenekarral lettünk gazdagabbak, a nevét ne kérdezzétek, mert megjegyezhetetlen volt. Blues és hip-hop ötvözetét játszott a zenekar, amire így először mondtam a Békának, hogy fia, megyünk már röhögni egyet, mert azért ez biztos. Ezért olyan bulit csináltak, egy ekkora zsebkendő blues színpad van, és hát izgalom, szerintük az hip-hop, így kell mondani franciául, hogy hip-hopot játszunk, meg blues, az nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy szuper minden, béke van, boldogság. Jó van, akkor. Ami elmebeteg. Mitől vagy ilyen friss, azon csodálkozom. Hány kopekültél le? Mennyi volt ilyen 2:30? Nagyon jó, halálomban vagyok. Már menni kell. Hát most még én ma tudok kimenni, aztán ugye mi de nyugtass meg mindenki, kedves hallgatókat, hogy a hajnal 2 tájban azért lefújtottad, ledugóztad az élményt egy barbecue oldalas. Visszamentem a barátaimhoz. De ezt hogy csinálja? Azt 2:30-kor vettük. Hogy hajnal 2-kor még betol ilyen, hogy ilyen netto másfél kiló színhúst. Nem volt annyi, mint egy 70 dekát vásároltunk csak belőle. Figyelj, az, amikor az olyan, hogy így megőrülsz tőle, hogy azt mondtam a Békának tegnap, hogy figyelj, vacsorázunk meg valahol 7 körül, együnk egy szendvicset, vagy egy nem tudom, egy indiait, mert ugye tel mindenféle kaja van kint, ez mondjuk a szigetnek, ez megint a nagyszerűsége, és ő mondta, hogy de most képzeld el, hogy péntektől már például nem tudunk kimenni, mert én megyek a zenekarral, mert aztán megyünk szombat reggel a gyerekekért. A Csaba Goltas. Hogy akkor mi lesz velünk marhaszegy nélkül, mondta a Béka, ő maga, mondom, akkor menjünk oda. Úgyhogy, de ezt egy körül letoltuk, és akkor még lejárkálott. Ez hol van, ez melyik része van, esetleg még kijutok? A T csoportnak van egy ilyen külön sziget nevezetű nevű helye, és mondom, arról ismered meg, hogy egy rettetes méretű vasúti, egy gőzmozdonyban megcsinálva ilyen füstölőnek, és ilyen 14 órát vannak benne a húsok. 100-110 fokon megy füst, ami izgalmas, mert a magyar azt látja, hogy kívülről fekete megéget, de nem, az egy ilyen gyönyörű kéreg rajta. Hát zseni, sírs. A sóson is. Nem adtál neki még egy névét, kártyát, hogy amúgy van egy étterme is időnként beugorhatnál. Hát oda nem nagyon fér be, mert mi nem foglalkozunk. De a hátul, tehát hogy... Majd elmondom, mutatom térképen. Meg. Egy ilyen átvezető úton mész a Petőfi színpad mellett, ott balra egyébként. Hajnal 2-kor óriási. Nagyon fincs. Egy kis barbecue. Persze. Jó, de utána van káposzta is, ahogy káposztával egy picit a vitamin beviszed. Ami nagyon vicces, hogy új divat van,
ezt már láttuk néhányszor, egyébként a mai újság hozza is, hogy vagy ilyen képregényhősnek öltözöl, tehát, hogy rettent mennyiségű pókembert találsz a színpadon is, vagy a szigeten is Superman, de úgy, hogy a 40 fokba, a porba, neki a fejére van húzva a csukja, a pókember okos. Csukja, nagyon okos, ez az egyik, a másik, hogy plüssállatnak öltözöl. Életképes 25-től, nem tudom, 40 éves korig lévő nők és férfiak, unikornis jellemezben vannak, egy középen nagy szarv, tigrisnek vannak öltözve. Boldognak öltözött már valaki? Boldog nem. Boldog elmúlt, hát boldog kimúlt szegény, megboldogult. Megboldogult, igen. Szegény boldog. És így járkálnak, hogy egy ilyen marha vastag plüss ruha van rajtad, egy jelmez, és te ebben mész, mint tigris a szigeten, vagy mint unikornis, vagy mint patkány, mert még ezt vagy is láttam. Vagy mint micimackó. Vagy mint micimackó. Hogy ebben mi a jó? Hogyha van rá energiád, akkor egy ilyen hordozható UV-lámpáról, meg csekkold már őket, hogy vannak rajtuk foltok, mert de ezek itt szerintem másról is szól ez a történet. Nincs-e valahol egy ilyen sátor? Már hogy milyen sátor? Plüssállatok hancúroznak egymással a sátor. Nem. Szóval azt nem nagyon értem a dolgot. Azt nem nagyon értem. De jó. Jó a buli továbbra is, ma még egy utolsót rugunk rajta, ugye már, hogy az én részemről, aztán a tiétek a terep átadom. Ma találkozhatunk a hallgatókkal, mert csomóan nyertek a Ellie Goulding-ra jegyet. Hétvégén már nem vagy? Hát figyelj, koncertturné van most már. Na, kiadjad az Avancsit? Hát egy Avancsája az nekem annyira nem is, úgyhogy meg mi megyünk zenélni a zenekarról, aztán menni kell a srácokért, úgyhogy lejárt ez a szép egy hét, de köszönjük, anyuka. Hát akkor olyan sokat nem voltál? Vagy ma is... Én végigmentem. Ja, végig, de hogy még van a szigetből hétvégén? Ja, van. Csak más dolgom van most. Már átadom neked, és majd te mesélsz. Jó, egyszer még szeretnék én is kimenni, csak gyerekfronton beteg egy picit az egyik, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Hát van neked egy feleséged, csak vigyázz rá, amíg te kint vagy. Hát nem, hagyom. Nem, nekünk ez egy közös karma. Ha te sem mész, én sem megyek. Ha szívunk, együtt szívunk. Tudod, ha örülünk, együtt örülünk. Ha rossz valami, akkor egyik sem megy. Akkor mindenki szív, senki sem alszik. Úgyhogy... Hát igen, ez igen. Még véget érhetne már ez a meleg, gyerekek, én olyan rosszul alszom, hogy most már megörülök komolyan. Hát jövét szeretnék egy jót aludni, mert kész vagyok, tényleg. Ha mondjuk azt a hőmérsékletet, amit a jövő hétre szerdára prognosztizálnak, meg a mostanit összehasonlítjuk, akkor mennyi lesz egy 12 fokos hőmérséklet? Ja, én már nagyon várom. Én nagyon várom. Hál' Istennek fokozatosan, tehát nem így, hogy egyik nap 35, másik nap pedig 23. És már nem tudsz mit csinálni. Nincs az a módszer, amivel egy nem légkondicionált lakás le tudsz hűteni. Nincs. Tegnap 11-kor még locsoltam. Napközben egyszerűen nem lehetett kimenni. Egyrészt azért, mert semmi értelme nem volt locsolni, mert locsolsz, 5 perc múlva minden felszáradt. Nem ér a csőből, nem ér el a víz, mert... Semmi. Érted? Úgyhogy 11-kor még kint működtem aktívan, meg néztem ezeket a izéket, ahogy hívják őket, miket, üstökösöket, hol voltak, merre kellett volna nézni? Fölfele. Tényleg? Ez nagyon fontos, mindig fölfele. Te hülye vagyok. Ez az, látod, szerintem itt hibáztál. Tehát lefele nézel, balra nézel, átnézel a szomszédba, ott nem jönnek. Ha fölfele nézel, az segít. Az segít. És kicsit észak-nyugat, az igen. Az irány arról észak-nyugat. Jön, igen. Észak-nyugat fölfele. Fölfele észak. Fölfele. Lecsúsztam róla? Teljesen fölnézel, középre, és kicsit így elhozod egy 45 fokot észak-nyugatra, onnan jönnek a perzeidák. Basszus. De befelhősödött legalábbis, nálunk 11 körül befelhősödött. Mi is kifeküdtünk, Benivel néztünk, egy csomót láttunk. Tök jó volt. Basszus. Hármat összesen. Na, azért jobb, mint a semmi. Pedig kívánni akartam valamit. De aztán bementél, és kívántam Mónikától. Így van. Mondtam neki, anya, szálmahelyek, cipőt fűz, negizsében. Ezt kívántad? Általában ezt kívántam volna, de nem láttam, mondom semmit. Ja. Nem, befelősödött aztán, de jó volt. Meg hát nagy a fényszennyezés az, hogy Budapest környékén, szóval kicsit kiebb kell menni, mert itt most ott fölnézel belül a kerületekbe, hát nagyon világos. Ez a kimenős lehet jó, amit te mondtál, hogy elindulni valahova, csak nyilván te is fölkezd azért fél ötkor vagy ötkor. A igen, mert nagyobb lesz a gyerek, akkor elviszem, és sétálsz 3 kilométert az erdőbe, kis előadás, fölértek, megnézitek, visszajöttek, tök jó. Ez jól hangzik. Reggel lesz, mire a gyereket megtalálod. Igen. és hogy hívják, és hogyha szerdán vették egy péntek, mire téged megtalálnak. Ott fekszünk a gyerekkel majd valahol. Na mutatjuk a tegnapi nap legjobb részét, hogy mivel is foglalkoztunk. Na, a franciák kitalálták, hogy büntetik majd azokat a gyártókat, akiknek előbb avul el a termékük, mint ahogy arra ígéretet tettek, vagyis ha egy háztartási gép nem bírja akár 10-15 évig is, akkor bizony komoly perre számíthat a gyártó, mert hát nem lehet az, hogy évente újat vetetnek a vásárlókkal. És erről beszéltünk, hogy ez milyen jó kezdeményezés, aztán szóba jött egy dokumentumfilm, arról is beszéltünk, hogy
Hát tényleg, hogy van ez, hogy a mai fogyasztói társadalomban az ember soha nem használ valami 15-20 évig, hanem évente, két évente, három évente újat vesz. Mi lehet ennek az oka, és mit lehet ez ellen tenni? Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Nem sok a múlt. Aha. Te kis kalácsképű. Az időt. Gyerekek, olyan finom, hogy a kalácsok. Anna hozott, komolyan mondom, hát nekem muszáj reggeliznem valamit, mert így tudod csak beszélni. Na, megnézte valaki ezt a tervezett elavulást? Írjátok meg, drága hallgatók, hogy mi a helyzet, jó? Láttátok, nem láttátok, megnéztek, megnéztétek. Ez egy jó kis dokumentumfilm, tegnap beszéltünk róla. Hát, ha egy-két embernek, egy-két hallgatónak felkeltettük a figyelmét. És megnézte ezt a kis közel 50 perces dokumentumfilmet. Mert egyébként tényleg jó. Ha láttátok, írjátok meg, hogy hogy tetszett. És ha egy mondatban össze lehet foglalni, ezt küldjétek el, mert mi nem értünk rá megnézni. De az meg a másik. Igen. Szól. Hogy állunk, játéka? Hát annyiban, hogy igen, hát nem rossz, mert visszahozta tegnap Feri a reményt, mert hogy ugye 2-1 jelenleg, illetve hát 1-2, mert mi ugye hazai pályán játszunk a hallgatóknak, hogy majd behúzzuk a komá egalité, ahogy a művelt belga mondja, és akkor még pénteken még behozunk egyet. Tehát még akár nyerhetünk is. Akár. Na, meglátjuk. Tessék jelentkezni játékra. Jó, ha valakinek van kedve, akkor játszom velünk. Írjatok SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, hát nem akármilyen zenék. Itt a Morning Show-ban. Ezt is meghallgattuk. Aztán nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Van friss közlekedés, írünk? Aha. Ja. Hát nem nagyon. Nem nagyon egyébként, nagyon kevés, sőt, nem is látok igazából. Igazából, jó. Akkor egyelőre nézzük a játékot, aztán közben, ha találok valamit, akkor visszatérünk rá. Azt mondja, hogy 2-1 jelen pillanatban. Ugye? Így van. 2-1 jelen pillanatban. Bizonyám. Tehát még akár, amit mondtál, hogy egyenlíthetünk is. És behúzhatjuk ezt a hetet. Na, megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Hello. Sziasztok, fiúk. Hello, ciao, ciao, ki vagy? Anita vagyok. Anita, hello Anita, honnan hívtál minket? Üllőről. Mit csinálsz? Dolgozol már? Nem, még nem reggelizem, még csak reggelizem, aztán indulunk a férjemmel dolgozni. Mit csináltok? Hát én egy fitness ruházatot gyártó cégnél dolgozom. Igen. De hát inkább lányoknak látunk mi ruszikat. A férjem pedig, hát ő ilyen riasztókkal, kamerákkal foglalkozik. Riasztókamerák. Oké, Anita, kivel szeretné játszani? Hát most kivételesen veled. De hogy kivételesen, ezt hogy érted? Hát őszintén szólva, reggel úgy indultam, hogy én a Janival játszanék, és a férjem elkezdett integetni nagyból. Ne válaszd a gyilkost, tudod, hogy milyen torokra megy a Jani. Jó választás lett volna pedig, hát hogy nagyon tudtatok volna játszani, én megihattam a kis kávécskámat, meghallgatnám, hogy mi van. Alákeverem a tapsot, ha valamelyik kötök nyer. Hát nyilván arról van szó, hogy a férje tudja, hogy én vagyok a flörtisten, és hogy most elkezdtem. Hát valamit tudhat, nem tudom. A flörtölés istene. Igen. Jó van, na itt, hát játszunk akkor. Úgy játszunk. Érzem, te majd kiszúrtad, hogy ki a gyengébb, és arra mész, úgyhogy jó érzékkel. Jó érzékkel választottál engem, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Hello, hello, szeretnél kérdezni? Igen. Hát ez szép volt. Ez most jó, nem. Jézus. Szerintem Anita jól választottál. Jézus Isten, hozzad a jó egy kávét meg ki a mojitól. Atya Isten, szép volt. Jó. Úristen. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Ez azért így gyenge. Mire ezt a kérdést összeraktad életed, de meglett. Látod az eredménye, nem hiába forgulódtál álmatlanul egész éjszak, hogy mit kérdezzek reggel. Jézus. Tudtam, hogy nem vagyok nagy formában, de arra nem számítottam, hogy ennyire nem vagyok nagy formában. Koffeininekciót, sokkolót. Azzatok valamit még nekem. Anita, van egy ajándékcsomagod. Szuper, köszönöm szépen. Nagyon csatáztunk. Nem gondoltam, hogy
Ne egyezünk ki döntetlenbe. Aha. Azt tud a gyávat. Nem, nagyon jól nézd, hogy menekül. Hogyne. Óriási volt. Anita, bejöttél a szorítóba, Balázs pedig kiütötte saját magát. Jó, pedig jól kérdéssel, még fel is írtam. Szóval se tudjuk meg. Hősiesen váltad a sarat. Nem kellett semmit csinálnod. Jó, szuper. Hát ez aztán egy élményteli játék. Hát ne haragudj, teljesen nem volt tudatos. Tehát, hogy egyszer ennyire keveset aludtam az utóbbi napokban. Tehát itt tartok ez jelen pillanatban. Ez most az állapot. Ez most hülyen tükrözi az állapotomat jelen pillanatban. Tehát ez vagyok ma. Erre lehet tőlem ma ez számítani. Az, nem, ma én ennyi vagyok. Nem, valójában Balázs be sem ment a ringbe, hanem már a ring melletti lépcsőn. Megcsúszott a lába és lefejelte. És hát elég nagyot fejelt. Edzőbe dobta a törököt. Igen. Anita, köszi a játékot, ciao. Én is köszöntöm, szép napot, sziasztok! Hello! Na, hát... Jó lesz az, jó, majd jó, körül megjön, hát. Na, érkezem. Kiabálok, hogy pálya. Igen, már porzik az út valahol a távolban. Ilyen játékban nem is tudom, hogy volt-e valamikor. Tehát ez elképesztő. Szeretnék kérdezni? Igen. Jézus, úr is. Ezt egy hallgató csinálja, akkor még 10 percben is rögünk, tudod. Hát, írják a hallgatók is, hogy irány a tyúkot. Ez az lesz. Ez vissza. Szeretnék kérdezni? Igen. Nem, irány a magzatpóz. Na jó. Talán ha iszom egy kávét, az lehet, hogy segíteni fog. 5 perc, pontosan 7 óra. Jönnek újra a legfrissebb hírek. Aztán jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, jó reggelt, hello. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Hello, itt vagyunk, igen. Na, jó reggel, bajnok. Állj te. Akarsz kérdezni? Igen. Ezt csináljátok utánam, nyerni mindenki tud. Úgy könnyű. Persze, ennyi év után, persze, hát nyerni. Ugyan már, hát az már nem kihívás. Így elveszteni, az a szép. Játszunk most úgy a holnapot még, hogy ki tudja nálad gyorsabban kimondani ezt. Hát ennél... Ez, talán, ha egy másodpercig tartott ez a játék. De hát jó van, nem van. Végül is csak a hetünk ment el, nem több. Ezzel. Van már elég nyert. Van már elég. Megengedhetjük magunknak, hogy kicsit itt lazánban vegyük a dolgokat. Na, azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Pécsvárdánál a 171-178-as kilométer között baleset történt a hatos úton. Alkatrészek az úton. Laki küldte nekünk. M3-as baleset is hatóságmentes. 114-es kilométer tök jól járható. Erős kamionforgalom. Visszatértem 2 hét Szabi után. Futár Pisti küldte nekünk. 24 órás Futár Pisti. Milyen jó neki. Ne provokálj. Kihúzod a gyufát. 2 hét Szabi, igen. Na jaj. Debrecen és Ebes között a 4-esen Debrecen felül érkezőket méri Guszti. Na aztán remélem beszereztetek egy új kávéfőzőt. Balázst kínáljátok meg, Ramona. Küldte nekünk. Köszönjük a negyedik duplát is a gyerekek, de most ez ma már kevés. Nem, az a baj, hogy azért nem tudott még kávézni, mert elég nagy a választék most, hál' Istennek, ilyen kávégép fronton jól állunk. Jól, hát ugyan, hál' Isten, jól állunk. Amíg lefőtt a cappuccino, vagy mi ez, espresso, addig... Mindegy, az csak erős legyen. Mindegy, gyerekek, csak nagyon erős legyen. Duplát csináltam magamnak a presszóban. Elaludtam a székben egy pillanatra. De nem, föltettem a lábam, de... Na jó, van, nincs baj, hallom a híreket, hogy mondja a kislány a híreket. És fölraktam a lábamat, hátradőltem, és egyszer elaludtam. És arra keltem, hogy valami nagyon jó zene megy itt nálunk. Jól esett? Nem, tesszük? Akkor még jól esett. Kifejezetten jól esett. Nem, mert akkor, és utána ébredtél, mert akkor támadta. És konkrétan ülve derékszögben sikerült. Mennyire király lett volna, hogyha valaki oda jössz, és akkor Balázs, Bali, hallod, fény, ne akarsz az emelni? Már senki nincs itt. És átalszom az egész napot. Többszörösen összetett a dolog, ugye egyrészt a meleg, de hát az egész ország érzi, kettő a gyerek, ez a dupla kombó, ez most így nem beteg, szegény, ki van pici. Halmozottan hátrányos helyzetben vagyok, alvás ügyileg, és hát lassan 8 hónapja nem volt egy olyan éjszaka, amit azért úgy végigaludtam volna, úgyhogy ez most egy kicsúcsosodott. A játékban megmutattam, hogy hol tartok. Ez tényleg mindent jellemzett azt most rólad. Az sokkal igen. Jobb, mint panaszkodni. Így, na, tessék, ez vagyok. Ez. Ilyen. Mit akartok? Holnap is belém rúgtok? Velem könnyű? Játszatok a Janival? Játszatok a Ferivel?
Én kiültem tegnap egyébként hulló csillagot nézni a Benivel, lehet, hogy ez is az oka, bár 11 órakor már ágyban voltunk, tehát nem volt ez egy hajnalig tartó hulló csillagnézés. Kivittük a pokrócot, kimentünk, láttam az űrállomást is, szerintem az volt, a nemzetközi űrállomás, mert volt régen ilyen csillagnéző programom, hogy felrakod az égre, és akkor megmondja, hogy hol vannak a műholdak, mik jön az űrállomás. Nagyon gyorsan volt. Megy és nem villog. Gyors volt, nem villogott, szerintem. Vagy ufok. Igen. Ufó. De itt nem azt mondták, hogy óránként ilyen 30-40-50 darab jön, és akkor majd a perszédák, a leonidák, meg minden. Hát figyelj, egy fél órát vártunk az elsőre. Pont sikerült, nagyon félrenézem, de a gyerek észrevett, én a susogó hangot hallottam. Majd egy laza 25 perc után még jött egy nyomorúságosan fáradt kis hullócsillagocska, és akkor 11-kor mondtam, hogy Benny, már elmentek. Igen. Amikor szörnyű módon hazudnod kell a saját gyermekednek, mert ő még nagyon maradna. Figyelj csak, de ő nagyon boldog volt attól a kettőtől is. Tényleg nem akarom ezt a kis dolgot így megrugdosni, de a ma reggeli teljesítményed alapján nem tartod elképzelhetőnek azt, hogy te kifeküdtél a Bennyvel, és azonnal elaludtál, amíg a gyerek igen. 54 darab hullócsillagot látott 11-ig. Ott is egy apa, ez már 42-dik. Azt egy kicsit megrugott véletlenül úristen. A Benny, arra felébredtél, ott volt az egy, amit láttál, és visszaaludtál. Simán. Ez simán lehet, hogy előfordul. Én olyan álmos voltam, hogy feküdtem ott a kis pokrócon tegnap a kertben, és mondom, hát ha a gyerek egy pillanatra csöndben lenne, ami azért az ő esetében nem nagy kívás, mert sosincs csöndben, akkor azonnal el tudnék aludni. Apa! Kívánj egyet! Nézd, te is azt kívánj! Azt kell, hogy bárcsak fölébrednél, anya kizárt minket, éjjel 2 óra. Nagyon fázom, éhes vagyok, szeretnék visszavenni a házba. Ez már egyáltalán nem vicces. Már megettem az összes gilisztát a kertben, nagyon szomjas vagyok. Szóval én beharangoztam a gyereknek, hogy Benikén, figyeljél ide, hát itt majd most olyan hullócsillag áradat, a gyerek már egész nap erről beszélt, kivittünk egy kis elemózsiát, kiraktuk a pokrócot, feküdtünk ott. Hát ki mondta azt, hogy itt fél óra alatt ilyen rajokba jönnek majd ezek a leonidák, perszédák. Én lehet, hogy rossz helyen feküdtem, vagy a másik oldalon mentek a ház mögött. Hason olyan hullócsillag áradat volt, vagy hason feküdtem. Lehet, hogy az elekező oldal. De hogy ilyen fél óránként imádta, meg örült neki, meg én is belelkesültem, és oda néz, ott Na most jönnek. Újabb félre, már néztem a Wizz Air 6-os járatát, a Lisszaboni járatot, a Ryanair-nek, nem tudom, a madridi járatát, megnéztem, hogy mikor száll le, késik el, időben indultam, már mindent tudtam, hogy ki, hol, merre van, mit csinál a szomszéd, miért rúgott a kutya, adott-e enni, inni. Minden beszélgetést kihallgattam, de ezek nem jöttek. Figyelj csak, és sus, nem lehet, hogy megijedtek a kerítéstől. Már ők is. Nem lehet, hogy azt mondták, hogy ha magyar hullócsillag vagy, akkor nem veheted el. A külföldi hullócsillag munkáját. Vagy a az magyar hullócsillagok egé. A magyar hullócsillagok egé. Nem azt mondták, hogy épül a kerítés, akkor mi nem jövünk erre, akkor beesünk inkább az osztrákok felé, vagy beesünk a nem tudom hova. Én nem tudom, mi van. Elkerültek minket. Figyelj csak, tényleg, óriási hallottál sustorgást? Igen, ezt egyébként tényleg hallod, hogy elég a légkörben, van egy ilyen hangja. Vagy már kezdek teljesen megörülni. Petárdáztak a szomszédban. Ha te már hallasz egy meteorit sustorgást, ott baj van. Mert akkor az ott van mellette. Szerintem az nem nincs. A szomszéd azt mondja, hogy lőjünk már föl neki valami kívánságnégömböt, hogy valamit, már itt alszik a gyerek az apjával a kertbe, valamit csináljunk már nekik, mert ez már szörnyű, hogy itt nem akarnak bemenni. A gyerek szegényként egyre elkeseredettebb, hogy nem jön a hullócsillag, és a szomszéd fölengedett valamit, tudod, petárdát. De nem jött, hát én nem tudom, azt ígérték, direkt elolvastam, hogy óránként akár 30-40. Így van, hogy tegnap lesz a csúcs, ez akár. Volt a mondás. Mert hogy tegnap ér ide, és már mondtam. Ez volt a kulcs, az akár. Akár annyi is lehet. Igen, nem a 30-40, hanem az akár volt. A lényeg. És akkor mi rossz helyen néztük az eget? Hát, lehet. Nagyobb kiterjedésben kell nézni, azért egy elég nagy részre rálátunk, meg viszonylag sötét is. Nem takar ki nagyon sokat az égből a japán juhar? Az japán cseresznye egyébként. Japán cseresznye nem takar ki, csak a fény egy kicsit bezavar, de hát én elkeseredtem, hogy nem, én valami áradatra számítottam, semmi nem volt. Hát próbáljátok meg, hát ha tolódott egy napot. Ma is van még, tehát egész augusztusban van, de ugye tegnap volt állítólag a legaktívabb. Hát hozzánk mindig minden későbben ér el, nem Magyarországra. Tehát, hogy az is lehet, hogy az osztrákok lecsapolták. Picit megvár, és akkor most ami marad, az jön ma. És akkor azt nézd meg. De nem tudod, hogy van ilyen hangja hullott csillagnak? Vagy ezt nem tudtad? Hogyha közel jön a légkörben, vagy nagyobb egy kicsit, és nem ég el, mit igen? Tudom én. 30-40 km a fejed fölött, és már egészen közel van, akkor hallod a hangját is. Egy ilyen sercegő, égő hangot, ahogy így kimúlik. Csillagszóró lesz az. Nem, az állaga, hogy egy barbecue sütő szett lehet ott a közelbe. Nincs hang, hogy lenne? Hát tudod, hány kilométerre ég el a földtől? Van, tényleg van.
Nem fogyasztottam semmit, nem halóztam be, tényleg. Ilyen. Aha. Jó, ez most három volt egyszerre, ugye? Jó, ez már nem. Tehát ez már, amikor a szomszéd alá fütyülünk egymásnak. Benned van, aha, még szerintem az ozorai buli, úgy érzem. És akkor hallod a idejük bocskorék felül, hogy Andi, gyere már, meggyúl a tábor! Gyere már, a gyerekkel hulló csillagot nézek, alkabban. Én szerintem igazából Ferinek, tehát hogyha ha ott már hallod a hangját, akkor már gond van. Akkor én már tárcsáznám a tűzoltókat. Figyelj, egyébként baromi jó a gyereknek elmagyarázni, hogy mi ez, meg honnan jön, meg mi történik, meg hogy történik. Tehát tényleg jó egyébként. Na mindegy. Mi ez, apa? Bocsna, hagyjál. Apa, maszkos emberek a kertben, ők kicsalálják. Biztos a kertészek. Na mit szóltok a Magyar Úszószövetség kabala állatához, hogy nyugdíjazták? Hát ebben azért kicsit a mi kezünk is benne van. Hát elsőként foglalkoztunk a témával. Foglalkoztunk, igen, a témával, aztán Kálmán Olga is csinált egy zseniális interjút, ugye, Gyárfás Tamással, és egyszerűen ott élő adásban Kálmán Olgával nyugdíjazták Boldogot, ezt a torszülöttet, ezt a szörnszülöttet, amit aztán tényleg mindenki elismert, még a Gyárfás is, hogy jó, valóban, hát ami ott állt a sajtótájékoztatón életnagyságban nagy szemekkel, az valóban egy torszülött. Igen. Nem sikerült erősen jóra. Csak hát azt vette át a világ sajtó. Bizony. Hát azt mondták, hogy a nagy szemek azok azért voltak, hogy ugye ez egy életnagyságú bábú volt, illetve inkább egy ember nagyságú bábú, mert nem tudjuk, hogy Boldog amúgy mekkora. És azért kellett a nagy szem, hogy kilásson rajta a kollega. Kilásson, így van. Így van, csak ugye azt a képet vette át a világsajtó, és ez a torszülött járta be most tulajdonképpen a világsajtót, és erről beszél mindenki, hogy baromi ronda volt ugye ez a Boldog. Nem szép, és hát Gyárfás úr próbált védekezni, meg kicsit nem tudom, beszélhetünk erről az egyébként zseniális kis interjúról. Ugye hát úgy kezdődött, hogy ő behozott egy másik kabala figurát, azt én már nem tudom pontosan, hogy az minek volt a kabala figurája, egy ilyen hiúz, nyest, nem tudom milyen állat. Azzal próbált példálozni, hogy lám mások is csinálnak csúnyát, és hogy ezt az úszók hogy szerették, és mindenki hazavitte. Itt jött az a fordulat, amikor megmutatták neki azt a képet, amelyen a nagy Boldog van rajta, tehát az élet nagyságú, akiről beszélünk, amire egy Gyárfás azt bírta mondani, hogy ez valami rokor, ezt ő nem ismeri. Te ezt érted? És hát, én ott ültem, a Viki átküldte, ültem az anyag előtt, és próbáltam értelmezni, hogy kinek a rokona. Tehát, hogy az ő rokona csak bekerült a buliba a Gyárfásnak? Azért rokon? Vagy ez a Boldognak, a kis Boldognak a nagy Boldog rokona? És azt bírtam mondani, hogy soha életében nem látta, ezután a szerkesztő nagyon ügyesen bejátszotta azt a képet, ahol is karonfogva áll a nagy Boldoggal Gyárfás, és akkor mondta, hogy na ez az, ezt már ismerem. Aha, igen. Kérdeztem, hogy így meg akartad kérdezni, hogy de hogy hányat tetszettek ebből gyártani a nagyból? Ugye szerintünk, nem sokat. Szerintünk csak egy van. Óriási volt. Óriási. Igen, zseniális volt, és akkor kitalálták, hogy akkor nyugdíjazzák a dolgot. Ami egy jó ötlet. Ami jó ötlet, persze, és újra pályázatot fognak kiírni. Igen. Nem, mint hogyha nem ezt kellett volna első körben is már csinálni, egy pályázatot kiírni. És akkor talán elkerülhetik volna ezt a kis kellemetlen kis történetet. De mindegy, szerintem a következő Oh My God koncertnek nagyon jó hírverés volt, Klaus Main és valószínűleg a Scorpion énekes, és amikor meglátta a képeket, ugye, amit a nemzetközi sajtó így szétspiccetek, mondta, házi, kóbor! Amik annak idején, hogy elég sokat tolták együtt az Omegával, tehát hogy azért kóboréknak jó reklám lehetett, a Gyárfásnak már kevésbé jó. Na mindegy, a lényeg, hogy kiírták a pályázatot, de ami még csodálatosabb ennél, hogy azért én úgy érzem, hogy az Úszószövetség, vagy a Vizes Szövetség, nem tudom ki áll mögötte, picit hisz benne, de nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy Boldognak van egy Facebook oldala. Ő saját azt most tudtam meg ma reggel, hogy van egy Facebook oldala, és ezt ő írja. Ő saját maga kezeli, Boldog maga, aki közölte, vagy átkopiszta így azt a linket, ahol őt elbúcsúztatták, és azt írja Boldog a Facebook oldalán, hogy ő tulajdonképpen ugye egy koraszülött volt, és kimúlt, de hogy ő élni fog, és nagyon szurkol. Nagyon szurkol, és végig fogja követni az eseményeket. Tehát Boldog nem pusztult el. Érted? Boldog velünk van, nem halt meg, és egészen a Vizes VB-ig Boldog szelleme fogja átitatni. Hát ez is lenne elfelejteni, mert aki őt egyszer látta, az. Igen, és az Úszószövetség oldalán pedig ez van volt, hogy Boldog kimúlt, koraszülött volt. Amit ugye te is mondasz, most azt nem tudom, hogy van egy másik Boldog oldal, ahol ugye egy szem első szemében ír magáról, hogy koraszülött volt. Igen, és átvette ezt is. Igen.
És azt írják, hogy nem is volt annyira csúnya, mint amilyennek beállították. Az a förmedvény, amely bejárta a sajtót, nem boldog, hanem csak egy maszk volt, amelyet egy vállalkozó szellemi munkatársunk zárt körben magára öltött. Azért volt olyan nagy a szeme, ugye erről beszéltünk is, hogy kilásson. Ezt mondta a gyárfás is, ugye a Kálmán Olgának. Mondjuk egy szülő legritkább esetben mondja a saját gyerekére azt, hogy ronda, tehát hogy értjük mi azt, hogy persze nem volt annyira csúnya, mint amilyennek beállították. A kispulit kazanyban szeretettel fogadták, de a sportbarátoknak nem nyert el a tetszését, akkor el kell búcsúzzunk tőle. Nyugodjon békében. És eltemetik. Tehát az egész megint annyira döbbenetesen komikus, hogy az valami hihetetlen. És most lesz új. Igen. Hát reméljük, hogy önök már több közel leszelek az állatkának az úszáshoz. Figyeljetek, nem akarunk pályázni. Ez ugye, amit beszéltünk a múltkor, hogy úszkár. Így van, úszkár. Abszolút, hát igen. Ha már kutyába gondolkodok, akkor miért az legyen? Hát akkor adjunk tippeket az úszószövetségnek, hogy ki lehetne, mi lehetne. Azt mondod, hogy pályázunk mi? Én azt mondom, tehát Boldogot szerintem meg tudjuk ugrani, mi így hárman is, de a hallgatókkal együtt egész biztos. Tehát ki kéne, az alap, úgy kéne elindulni ezen, hogy most kitaláljuk, hogy mi az állat. Tehát az úszkár mondjuk, akkor legyen nem rossz. Nem rossz. De nyilván egy ilyen klasszikus úszkár figurával nem lehet nevezni. Uh-huh. Ugye? Meg nem nemzetközi szójáték része. Nem fogják érteni? Hát a Boldog se volt az. Hát, értetted, de az, hogy Bol... Ezért legyen az... előremutató a pályázat. Érted? Tehát, hogy... Igen, a Boldog, ez nekünk ugye egy szójáték, illetve a Dog az mondjuk a angol száz nyelvtörleten érthető, de hát a Boldog az csak nekünk szójáték. Tehát ilyen napon az úszkár, az szinte ugyanez. Mert hogy senki nem érti, csak mi. Hogy mondjad, hogy nevezzünk? Tehát, hogy ne úszkára, hanem... Hát akármi, találjuk most ki az állatot, de ugye nem lehet csak simán az állat figurájával, tehát ugye Boldogon is, a Komondoron, vagy mi volt ez, Puli, azon is azért egy picit variáltak, és akkor találjuk ki, hogy mi az az isteni szikra, amivel egy picit megcsavarjuk az alapállatot, és ez nagyon jó lesz arra, hogy a vizes VB-nek a kabala állata legyen. Figyelj, belegondoltok, hogy mi van-e mögött, ha te megnyered a pályázatot, gyorsan gründolunk rá egy gyártócéget mi hárman, és itt fogjuk reggel varni a kis plüss figurákat, amiből... Kézzel varrott kis plüss figurákat. Az úszó, vagy az egész vizes VB mindenki haza akarja majd vinni. Óriás. Én nagyon látom benne az emelkedő lóvét. Mi az az állat, ami a vízzel kapcsolatos? És magyar? Kell, hogy ne, magyar? Szerintem nem kell, hogy magyar legyen. Tehát ez a hát, törekedjünk hungarikumra, vagy mindenképpen magyaros, ez szerintem ez egy erőltetett dolog. Ezt nem tudom, hogy miért nyomták, ez nem biztos, hogy szerintem jó. Bejáratott figura kellene, amit már tudnak az emberek hova tenni, hogyha mondjuk a magyar vonulatban gondolkodunk, akkor nekem nagyon szimpatikus lenne például Zsolti a béka, amit ugye már a belga zenekar már enyhén szólva is bepromotált az országban. Zsoltit, hát gyakorlatilag három kiváló nóta is kapcsolódik Zsolti a béka nevéhez, egyszerűen fantasztikus mindegyik. Ő egy nemzeti hős, ha úgy tetszik, egy underground hős, akiből most már lehetne mainstream hős is. Vagy, hogyha pedig nemzetközibe gondolkodunk, akkor lehetne Erik az angolna. Mert hogy Eriket, az angolnát ugye mindenki ismeri, az egyik negatív csúcs volt az olimpiák történetében, aki majdnem belefulladt a medencébe, és ő mondjuk egy személy, de lehetne belőle készíteni egy kis játék állatka figurát is, egy angolnát, akit Eriknek neveznénk el, és aha, már rögtön mindenkinek ismerősen csengen a név. Hát, vagy ha nagyon aranyosat akarsz, akkor legyen Némó a bohóchal. Azt simán lenyújjuk, annak már elég jó promója van, ugye ezt mindenki ismeri, a Némó sztorit, a bohóchal a sztorit. Nyújjuk le a figurát, és megvagyunk. Ráhímezzük az oldalára, hogy vizes VB 2017 Magyarország. Igen. Hadd szóljon. Igen. Csak mondjuk angolnánk meg békánk az van, bohóchalunk meg legfeljebb. Kevés, ez igaz. Igen. Aha. Igen, azt írja valaki, hogy az úszkár, az nagyon jó, a Balatonban elmerülő hammer legyen az embléma, és úszkár. Aha. Mint az úszkár. Jó. És ez egy sajátosság, hogy mi télen felmegyünk a kis saját kis tavacskánkra a Balatonra, és ezért úszkár. Hm. Nem, egyébként ilyenkor azért visszatérünk még egy pillanatra erre a kabala figurára. Én nem akarom bántani a gyárfásékat, meg az úszószövetséget, mert ki egyébként kiváló munkát végeznek, minden évben adnak nekünk rengeteg világbajnokot, Európa-bajnokot. Ebben a lényeg az tényleg, hogy megint milyen jól szerepeltünk. Tehát ez a kutyának nevezett torszülött, ez most megint kicsit elvette a fényt, sajnos meg a csillogást azon úszóinktól, akik azért... Hát nem is tudom, hogy tesz, tényleg szépen szerepeltek, de hogy amikor ezt így valaki először leteszi egy döntéshozó elé az asztalra, és ránéz erre a gülüszemű ronda torzóra. Ha ránéz egyáltalán, akkor
kinek a szép érzéke dönt arról, hogy ez cuki, ez valóban. Abban a figura lényege, hogy oda akarjál bújni, meggyömöszöld, aranyos legyen, cuki legyen, ránézzen. A gyerek rögtön beleszeressen, hogy meglátja. Ránézél és mosolyogjál. Na most a kis boldog, amit ugye a gyárfás is bevitt a Kálmán Olgához, az már egy cuki, aranyos, ilyen kis inom. De az a nagy életnagyságú, tehát konkrétan a gyerek 6 éves, de azt az éjszaka megmutatnám neki egy rosszabb pillanatában. Rémálmai lennének. Sajtótájékoztatta csak 18 éven felülieknek. Hát a gyereket, ahogy bevigyétek, mert elsütje magát. A gyerek nem jó, hogy nem, mert menj oda, simogass meg, boldog. Tudod, annyira ronda volt, annyira nagyon ronda. Igen, el fog rabolni. Tehát azért, oké, hogy ezt tegnap nem tudta kizedni az Olga sem, hogy erre kimondott igen, de hát valaki azért ezt megint elfogadta, hogy ez ennyire ronda legyen, érted? Szóval, hogy egy kabalállatot sem tudunk szülni, ami szép, ami kedves. Meg hát, hogy a nagyzicet kiadták, mert hogyha mondjuk ez egy nyílt pályázat lett volna, akkor rá lehetett volna fogni. Mondjuk a pályázat nyílt pályázat volt, maguk akarták, tessék, itt van, megkapták, itt van, boldog, lesz-e. Ezt főzték, ezt egyék. De így, hogy gyakorlatilag nem volt kiírva a pályázat, hanem elvégezte, amit tudom, valamelyik a gyárfás grafikai stúdió, vagy ilyesmi. Nem. Na nézzük, mit írnak a hallgatók, van egy-két ötlet, legyen Hódor. Hódor. Egyszerre nemzetközi is, mint Hodor, ugye? Mi volt a Gyűrűk ura? A Gyűrűk urában volt. Ugye, Hodor? Hodor Gyűrűk ura. Nem a Gyűrűk ura. Nem, a trónok harca, persze, Hodor, amikor megy, viszi a gyerekeket. Igen, csak mondjuk az üzenet az nem annyira jó, mert Hodor egy picit az a kategória, aki egy kicsit oxigénhiányos közegben született, és mi, Hodor. Ennyit tud mondani. Hodor a trónok harcában nem annyira okos, finoman szólva, tehát hogy szegényként. Szurkolj velünk és Hodorral. Fél, nem kell a szlogenen gondolkozni. Én egyszer bírnám, a kicsit ilyen eltérő kabalállatunk volt, vagy lenne, vagy tehát kicsit más, mondjuk Boldog is az volt, tehát kicsit más volt, mint a... És mégsem kellett látni. Mégis eldobtuk szegénykét, igen. De hát van nekünk egy hanyistókunk, érted? Hogyha már, hogy hívják ott kell, ha már... Hát, ő se volt. Ha már retard, akkor legyen már magyar retard. Érted? Egy trónokharcás Hodor, érted? A lápi ember, erre gondolsz? Igen. A jó kis lápi ember. Mondjuk ő se szép. Nem, hát ő se szép, de legalább a kis kacskalábaival ott megjelenne az összen, hogy hívják okkal, úszóhártyával az ujjai között, enyhén bambarccal a szájában, egy, hogy hívják, egy keszeggel ott, és azért felzokogna egy-két gyerek. Igen. A mi kis drága vízipókunkat írjátok még sokan, hogy ez nagyon, nagyon cuki lenne. Egyébként csak azt se értik. Egyáltalán kell érteni egy kabala figurát, nem kell ezt túl misztifikálni. Cuki legyen aztán kész, hogy most az adott országban az mit szimbolizál, az tök mindegy. De teljesen mindegy, nem? Igen, csak egy pók az megint nem az, még akkor is a cuki, tehát a mi vízi pókunk, a rajzfilm ős, igen. Az cuki volt, de nem akarod így magadhoz ölelgetni, nem egy pók figurát. Igen. Hogy igen? Nem. Hát szegény, erről is beszéltünk tegnap, hogy ez a kabala figura azért ez a Fradinál sem ment túl jól. Tehát a nagy, finom, jó, aranyos kis, nem tudom milyen állatukat egy ilyen fonnyat kis csirkére lecserélték, hát hogy néz ki? Ezek a fentről jövő kezdeményezések, ezek mindig egy picit ilyen... Valahogy nem sikerült. Virásülnek el. Te tök jó volt a Fradisas, a régen. A nagy hosszú fehér fartolával, meg nem tudom, hát most az ilyen kopasz. Az öltjúk se rossz. Hát is, nem, igen, az se lett túl jó, tehát kabalállatban nem vagyunk túlságosan erősek. Na mindegy, legyen Zimány Linda a kabala figura. Hmm. Nem tudom, hogy kapcsolódik az úszó világbajnoksághoz, de az ötlet alapja ő nem volt. Sellőként a Zimány, tehát nem lábai lennének, és akkor az már a vizes, érted, az úszik. Ha? De az a baj, hogy első ránézés nem tudnánk meghatározni. Nem tudnánk megfizetni, ez egy másik kérdés. Kacsacsőrű emlős? De láttátok tegnap azt a mémet, ami volt a szomszédokból. Ketten támogatják Bőn bácsit. Nem. És Bőn bácsi mondja, feliratba nyertem a lottón, adjátok meg Zimány Linda telefonszámát. Nyertem a lottón, adjátok meg Zimány Linda telefonszámát. Mondja ezt Bőn bácsi. És drága jó, Zente Ferenc a támogatja, meg még valaki, mert mennek hárman, tudod, és ez a felirat. Imádtam. Mondjuk úgy lenne pontosabb, hogy adjátok meg neki a telefonszámomat, mert valószínűleg inkább elébe menne a dolga. Gyerekek, Zimány már nemzetközi, hát azért a Jude Law-val ő bejárta a szintén a világsajtót, tehát nem mondom, hogy ismerik azért, de hát már azért így nem teljesen ismeretem, nemzetközi porondom. Mikor lecsapott Jude Law-ra. Csinálnának egy mintavétel DNS vizsgálat céljából a szájában, azért ott találnának ezt. Lenne zavar. Ott azért van egy csomó minden, igen. Lutra, a vidra aranyos lenne, Zsuk küldte nekünk. Jaj, de aranyos. Igen. Legyen Kádár János, akkor úgy is úsztunk a boldogságban. Ja, hát igen.
Vagy legyen Jeanette a szökőkútban. Plüsből. Jeanette. Látjátok, hogy azért mennyi magyar hungarikum van itt igazából. De tényleg, tehát, hogy Jeanette a szökőkút, Kádár János, a mi kis kacsánk, igen. Nem, legyen egy tyúk, és legyen az, hogy kopoltyúk. Kopoltyúk? Na, elmész. És itt van az úszóvilágbajnokság. Kabaráta, kopoltyúk! Ez megint csak miért tyúk, de jó. Kopol. Kopoltyúk? Igen, kopol a tyúk. Kopol, hogy hívják? De várj, akkor az a kereszt neve a kopol? A kopol, kopolnak hívják. Kopol a tyúk. Szegény gyárfás már ül a Kálmán Olgánál megint, majd viszi. Fölkoztuk a kopol tyúk. Most mi a baj? Szolga meg, Jézus Isten. Igen. Egyébként nem rossz, a kopoltyúk az szerintem az elég szellemes, igen. Na, hát jó, drukkolunk minden esetre az úszószövetségnek. Jó legyen a kabalállat, ne gondolják túl. Aranyos legyen, mosolyogjon, szerethető legyen. Így, nem? Így, egy cuki kis cukit állatot, cukit, egy cukit kell csinálni. Nem most jött az egyik kedves hallgatók, de én nagyon támogatom, legyen Robi a kárász. Igen. Csak nem tudom, hogy melyik médium a fő támogató, ugye? Igen. Zimán Indahotko, hogy kapcsolódik a VB-hez? Jól úszik a milliárdosok között. De komolyan mondom, miért kell ennyit bántani ezt a lány, nem értem. Tényleg. Ha az igaz szerelmet hát csúfoljátok most... meg, ilyenkor köpitek szembe az igaz szerelmet. Hát, miért nem gondolhatjuk azt, hogy valójában itt szerelemről van szó? Nem? De. Hát kétszer is, ugye, most már kedves Ferivel. Éva. Nem vagy harmadjára? Hát igen. Ott volt néhány mellékszál. Egy örök szerelmes. Ugyanabban szerelmes, mint mondjuk Soros György. Hát, de jött még egy kabala állat, szenzációs Balú írta nekünk, Vizi András. Vizi András jó, is nagyon jó. Szilveszter. Nagyon jó. Vizi András. Százból jó. Egy. Ugye? Ő ezt azt csinálta régen. Vizi ez lehet számára a nagy comeback. Bemutatjuk az új kabala figuránkat. Vizi András. Andi. Meg vagyunk. Voter Bandi, vagy Voter Bandi. Hogy értsék a külföldiek is. Igen. Legyen Broker Marika. Ugye Marcsika a kabalállat. Eddig minden megúszott. Ez is nagyon jó. Igen. Broker Marcika. Broker Marcika. Eddig minden megúszott. De hol van? Még nem tudjuk. Mi annyira gyorsan úszik, hogy még mi se találjuk. Igen. 7:08, pontosan 3 perccel. Ha van még szellemes ötletetek, akkor küldjetek el nekünk valamit, jelentkezzetek Óven bácsira, mert hogy játszunk a hírek után, úgyhogy pici szünet, aztán jövünk vissza mindjárt. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt közben megnéztük Erik az angolnát. Hát ez zseniális volt. Az zseniális. Szegénk nézi, ugye, hogy leközvetíti Erik Muzambani úszását, ugye, Erik az angolna. Én nem is tudom, hogy talán ez 96 Atlanta, vagy 92 Barcelona, nem tudom, hogy mikor úszott Erik az angolna. Minden esetre, hát egy jó 200-as idővel ő ugye leúszta a 100-at, és majdnem tényleg belefullad a medencébe. Egy nagyon erős előfutam volt. Igen, az egy nagyon jó kis történet. De ő egyedül úszott egyébként. Egyedül úszott. Valamit selejtezőre bejutott, ugye? És, hát ez volt ott a probléma, mert hogyha többen úsztak volna, akkor nyilván van neki egy, hát mit nem mi nyúlnak szokták hívni, de valaki, aki diktálja a tempót, aki ezt tud igazodni, érted, aki inspirálja, aki húzza. Hát ott meg egyedül azért, érted? Ezért volt az óra ez. Ellen, és a víz ellen, hiszem, úgy volt, ugye, a hogy... közeg ellenállása. Hogy ahol ő gyakorolt, az egész városban, vagy lehet, az egész országban egy darab 20 méteres medence volt. Egy akvaparkban. Ő abban gyakorolt, és amikor először belökték az 50-es medencébe, azt nyilatkozta utána, hogy ilyen távot nem lehet egyszerre leúszni, úgyhogy nem éri a kezed a falat. Igen, az olimpia előtti valóban, ahogy mondod, még soha nem látott 50 méteres medencét, és az olimpia előtt 8 hónappal kezdett el úszni. Ahhoz képest nem volt rossz. Igen. Az a olimpia előtt 80 napban kezdett el úszni, és hát zseniális volt. Talán jól emlékszem, hogy szabadkártyával jutott be az olimpiára, és onnan, nem tudom, az egyenlítő környékéről jött. Igen, valahonnan. Volt, hogy hívják, ők volt kvótájuk, és hát végignézegették nyilván a különböző szobai vető sportágokat, tehát mi ezért, ez nem megy, az nem megy, ha úszni tudok, akkor nézzük. Megtalálta a részt, ugye? Igen. Igen, és utána ő indult volna még 2004-ben is, most már ahogy olvastam, csak vízum problémák miatt megtagadták egyébként szegénynek az indulását, pedig az előző 4 évben hatalmasat fejlődött, az egyéni legjobb idejét 57 másodperc alá szorította.
Na, az már menő. 57 másodperc alá. Igen, tehát először volt izgalmas. 1.52-t úszott, majd 57 alá szorította. Tehát egy percet ő lefaragott az úszásából. Csak az a baj, hogy akkor már ugye nem jelenség volt. Tehát addig volt jelenség, amíg nem tudunk úszni, utána pedig csak egy rossz úszó volt. És hogy mit csinál most? 2012-ben kinevezték az egyenlítői guineai olimpiai úszócsapat edzőjének. Tessék! Mondjuk csapat még véletlenül nincs. Zseniális, ez nagyon jó. Nagyon jó sztori. Na, hát akár ő is lehet. Ő is lehetne. A kabala figuránk. Na. Erik Mira versenyzőtársai idő előtt ugrottak be YouTube-on. Erik az angol a Sydney-ben hárman indultak volna a selejtező futamon, de a másik kettő beugrott. Csak hát valaki tényleg kizárták. Nem az országok nevével. Nem emlékszik rá, Erik az angol. Csak a knézi, hogy közvetít. Ez mono? Mono. És a Géza elemér Q betű az mi lehet vajon? Mert onnan van ez az úszó. Itt ugrott be a vízbe, egyedül úszik. Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda a beszalás. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el izébe, ezt tedd el egy humorosba. Tedd már meg nekem, hogy ezt fölírod. Ő nem közvetített őket. Hát beszalás olimpián, hát ezt én is megúszom. Hát ez hihetetlen. Hát hihetetlen. Most van és a felénél az 50-es medencének. Hát ez óriási. Óriási. Most szegény 50-ig nem bír elérni. Nézd oda. Meghal a pasi. Most jutott el 50-ig. 22-nél szoktak fordulni, ő 41-nél fordul. Óriási. Hát ez óriási. Milyen ország lehet ez vajon? Erik az angolna. Most kéne beérnie, és itt fárad el. Tehát Géza elemér Q. Ez az hát egyenlítői Guinea egyébként, onnan jött. Hát nem, visszafelé megy a gyerek. Hát én beszarok. Hát ilyet. Knézi nagyon jó. Hát ilyet, látod ezt, Kapi? Hát ez óriási. Na most az van, hogy egy helyben hagyod. Tehát konkrétan látsz egy embert úszni, hát egy fekete srác, aki egy helyben csapkod. Nem tudja végigúszni. Hát ilyen. Na jó, hát ő volt Erik az angolla. Ezt tedd el, Dávid, hát ez kurva jó. Nézi meg ezt. Nem bír bejelni az éjjelben, drukkolnak neki, hogy nehogy belefulladjon. Az edzők a partról nagyon drukkolnak, hát hogy tényleg bele ne fulladjon. Nem látott még 50-es medencét előtte. De az egész stadion üdölt. Egy tízes idővel van nevezve. Egy tízes idővel nevezték, még nem ért be, és most van egy 50-nél. Meghal a gyerek, ott hal meg a medencébe. Na! 1.52.72, egy jó 200-as. Egy jó 200-as idő. Na hát Erik az angol. Ő volt, ha valaki esetleg nem emlékezett volna rá, igen. Jól van, na köszönjük szépen az SMS-eket. Játszunk Óven bácsival, Beru nénivel. Érkezik a játékosunk. Ezt gyorsan megállítjuk. Érkezik a játékosunk, és már is játszunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Azt nézem, hogy Bence, hello Bence! Sziasztok, hello! Hello, honnan hívtál minket, Bence? Budapestről. Az jó. Munkában már vagy otthon még? Szabadságon. Szabadságon vagy? Mennyit vagy szabadságon? Hát a hét eleje óta, két hét. Az jól időzítetted, mert jó idő van. És mit csinálsz? Így a Szabi környékén, hogy mivel mulatod az időd? Hát most éppen rádiót hallgatok, meg lehet, hogy elnézek a dokihoz, mert tegnap pozíciom, és a bokám kicsit, hogy megsínlette. Ó. Ajaj. No. Mi fű? Nem, foci, most mondt. Ja, tényleg. Gungtőmeztes pályán alán fordult a lábam. Aha, az nem hangzik, tudjátok, akkor az lehet, hogy kilőtte a Szabit. Hát, bízom benne, hogy nem. Á, de biztos részleges szakadás. Á, az biztos, az nem. Az nem, az se... Pontidium. Azt csak úgy nem lehet megúszni. Figyelj, és mész halava, vagy utazol valahova egy kicsit pihenni? Hát még annyira nem terveztem, de majd jön valami biztos. Hát, hogy azért kivették két hét Szabit, de nem vagy. Aha. Ez a tervező típus. Tehát így én csütörtök környékén, már egy hét elkegyeget. Nekem szimpatikus ez a fajta tudatossága, hogy megszervezni a Szabit. Lesz-e tűzi játéka, érted? Hát belefér. Egyébként jó. De hogy nincs is terv, hogy így mivel töltsd ezt a két hetet? Vagy így nem is gondolkoztál ezen? Hát figyelj, amilyen jön, hát most
Istenem, de jó lenne, csak egy hetet így élnem egyszer. Komolyan így kellem. Ami jön, jön. Történjen meg bármi, aminek meg kell történni. Ja, jó gipsz benne, viccelj. Az is igaz. Mennyi idős vagy, Bence? 26. Ja, jó, hát akkor persze, hát akkor ezt még megértjük. Mivel foglalkozol? Orvosi képeket gyártó cégnél. Technikus vagyok. Kicsit megijedtem, hogy orvos vagy, mondom, az meleg azért. Aha. Adjon egy cikét, vagy bármit, ami jön, az adja a kezembe, mindegy. Hát nem ütöm meg magam, mint az öreg ott múltkor. Hát igen, sajnos kényszerűségből tette mindezt. Igen, talán nem járok. De te azért ne tárd fel a bokád. Ne, menj el, dokiod. Jól van, Bence. Na, hát ez tetszik, ez a fajta hozzáállás. Na, hát 26 évesen az ember még kicsit élhet, úgyhogy Szabin vagyok, gyerekek, lesz, ami lesz, jöjjön, aminek jönnie kell, nincsenek tervek. Azért így 40 környékén meg 40 fölött már azért napi programterv. Elképzelni el tudjuk, megvalósítani nem. Igen, ez a baj. Terveink vannak itt szombat reggel, hogy ma jöjjön, aminek jönnie kell. Csak aztán ugye hozz egy pelenkát. És így ez jön. Ennek kell jönni. Csinálj reggelit, hozz egy pelenkát. Szerintem neked sír, menjél. Igen, és indulj vásárolni. Igen, és menjünk át anyámékhoz, egy hónapja nem volt. Igen, szombat reggel 8:30 még én is azt gondolom, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Csak utána mindig valami más jön. Na jól van. Mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, figyelj! Jó. Nem tudjuk, de baj lesz belőle. Esetre tetszik ez a hang. Hú, de jó. De érdekes hangja van. Egyszer így fognak megérkezni majd a földön kívülök ilyen hanggal. Aha. Vagy a NAV. Hát, ha ilyen hanggal jön, akkor nagyon tudnak valamit. Na figyelj, ez egy, nem azt mondom, hogy sorozat lesz, ez egy film, de több készült belőle, ennyit segítek, jó? Okay. Rövidre szalészet, mert nagyon könnyű, figyelj! Aha. Hogy? Hát, mondtam, hogy rövid lesz. Ugye? Rövid és halk. Igazi zicser, Nimberung, nem? Lehet, hogy van egy film, de azért még egyszer. Jó, mutatjuk még egyszer, ne kapkodj, figyelj! Ugye, nagyon. Ugye? Most már ismerősebb, mi? Mert már egyszer hallottad. Igen. Na? Hát tippelnék egyet is, lehet, hogy elbukom. Na? Rózsaszín párduc? Hát nem, figyelj, hallgass meg, ez lett volna. Figyelj, mutatjuk, hallgass meg. Érdemesebb ilyenkor hosszabb részletet kérni. Így megvan? Halló? Bence? Így már jó. Mi ez? Megvan így? Jó, sok készült belőle. Ez a James Bond, így van. Hát ez a James Bond lett volna. Persze. James Bond. A egyik. Régebbi verziós. Az. Sok készült belőle. Sean Connery, hát Pierce Brosnan, Craig David, nem, ki ő? Daniel Craig. Fú, de nem szeretem azt a poli. Mi neked volna benne csak? Roger Moore, hát Timothy Dalton, rengetegen játszották, és mindegyiket gyűlöltem. De ennek ellenére ez most nem volt le abból, hogy sajnos nincs ajándékcsomag. Ó, basszus, hát nem baj. Ja, legalább játszottam, már próbáltam. Bence, az a lelkesedés, ami benned van, azt reméljük sokáig kitart még. Köszi! Köszönöm, én is. Jó Szabit neked, vigyázz magadra, és reméljük, hogy nincs semmi gond a lábaddal. Én is, hello. Ciao, szia. Hello. Én nem tudom, én ezt a James Bondot valahogy nem. Nem tehát, szerettem. Én ezt a szőke csávót nem bírom, ezt az utolsót. Daniel Craig. De David. Én a Connery-vel, a Roger Moore-ral, a Pierce Brosnan, én senki. Miért? Jó a figura az ügynök. Maga az ügynök lét, az mindig érdekelte az embereket, hogy vannak olyan arcok, akikről igazán nem tudsz semmit, és mégis micsoda egyet ügyekben vannak. Egyet se láttam, benne. És egyet se tudok végignézni. Úgy mondjuk nehéz csak szeretni. Csak így bele kapcsolok, ha megy valamelyik, és egyszerűen 5 percet bírom. Én ezt nem osztom annyira, mert nekem bejön a Daniel Craig. Mert igen, végre valaki, aki izzad, valaki, aki koszolódik, valaki, aki látszik is, hogyha összetöri magát, meg hogyha benyomnak neki hármat, meg ha leesik valahonnan, tehát hogy az kicsit olyan emberszerűbb, mint amilyen mondjuk a Pierce Brosnan volt. Tehát egyébként mondják az old school James Bond fanok, hogy nekik meg pont ezért nem jön be a Daniel Craig, mert hogy a 007-es ügynök az legyen mindig olyan, mint a skatujából húzták volna. A rendes ügynök nem koszolódik. Szerintem a Casino Royale az első osztályú akciófilm. Persze, jó, meg ütnek, vágnak benne, jó, megcsinál az összes, de valahogy nem. Nem szeretem. Emeltesen Balaton felé, Velence magasságában sövény nyírás miatt torlódás, 1-2 kilométeres a sor. Ez Zsó küldte. Nekünk, ha valaki még ellát bennünket friss közlekedésére, annak örülünk, köszönjük szépen, mi pedig jövünk a hírek után. És most,
hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Egy jó kis Bon Jovi. Az mindig jó. Jó az. Itt vagyunk 8 óra van, vagy hát már el is múlt 8 óra után, vagyunk pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszon. Mi a tököm ez a szám? Kérdezi valaki. Hát egy néző, hogy 30 év akkor kiesett a világ zenéjéből. Jó, igen. Ez. Mert azóta azért ők jó, hát. Egy-két dalt mellettetek az aztán. 100 millió albumot már eladtak. Mindig örülünk a Ella Murs, meg Ella Anderson, meg Only Murs, meg Dundu Murs, meg Pum Pum Murs zenék között egy jó hangszerű zene. Ők Mursék? Ella Murs, meg Dundu Murs. Meg... Így van. Hát az utóbbi években azért a Mursék eléggé leigázták szerintem a popipart. Mursék jönnek, mennek, meg featuringek, meg nem tudom, közte egy-egy hangszer a zene, néha hát az ember belefér. Örül neki, hogy ilyet is hall. Mérik a sebességet Budapest felé az M7-esen, a 128-as kilométernél. Mindenki vigyázzon, frontális baleset van a 6-oson, Pécsvárdánál, félpályás lezárás van emiatt. Aztán sövényvágás miatt torlódik a forgalom az M7-esen, szintén Velence magasságában 1-2 kilométeres a sor, úgyhogy ott is vigyázzatok. Aztán azt nézem, hogy van még valami, Bali igazad lett, óriás plakát, Havasi 2015. december x-edike. Mondtam, hát ezt én már, már júniusban mondtam, hogy még a nyár el se kezdődött, amikor már Havasi koncerteket láthattunk. Persze, mindig óriás lesz. Plakátok formájában. Ott, ilyen, csak ott a dátum, ez egy ilyen levonó. Mindig csak így lehúznak róla egyet, aztán ennyi. A értem. Fotó marad, a haj marad, a helyszín marad. Minden más. Csak igen, csak és a dátum. És a színvonal. Így van. Ő a neve miatt nyáron nem is koncertezik? Na jó van. Mennyi az hányi? Jó. Mindig csak téli Havasi van, ne? Hát de most hogy? Nyári Havasi? Hát igen, az elfogra lenne, csomó embert összezavarna például. Igen. Ugye? Hát, nyári Károly se lép fel télen. Hát most de hülye vagyok, tényleg. Hát, egy decemberi nyári Károly koncert, de elmennél? Hát persze, hogy nem. Hát a nyári lányok is csak. Voltam a nyári lányok koncertjén novemberben. Hát, nem? Milyen fura lenne? Hát nem? Érted. Ki ekkor, ki akkor. Igen, szomorúak is, hogy soha nem léphetnek fel együtt a Balázsa. Bizony. Nézzük még, mi van Debrecen és Ebes között a négyesen van trafi Debrecen felől érkezőket. Mérik, ez Guszti küldte nekünk. És Szombathelynél a körforgalomnál Eres Oktáviából mérnek. Na, megcsináltam, hogy milyen Na, gyerekem... Kit? Milyen gyerekem lenne Zimány Lindától? Ja, de. Szóval akkor fejben megcsináltad Zimány Lindát? Nem, van egy Zimány Linda generátor. Gyerek fotogenerátor. Ami kiadja, hogyha beütöd a te kinézetedet, ugye a fotódat, és berakod a Linda fotóját, akkor kiad egy fotót, hogy milyen gyereketek lenne kettőtöknek. Hogy néz neki? Tehát ha ilyen balesetet szenvednél, és annak a végeredménye az lenne. De hogy... azért nem lesz baleset, mert ugye nem állsz rosszul, de ahhoz azért kevés, hogy oda kerülj ahhoz a tányérhoz. Hát gyerekek, hát, na, ahogy látom... Zimány Linda már egy húslevessel is elmenne. A húsleves gazdagon, ugye? Ez is mém volt, tegnap láttam a Facebookon, nagyon jó. Kevés vagyok, azt mondod? Hát, figyelj, szerintem nagyon össze kéne kapnod magad. Kevés. Ugye? Igen. Nézd, az amikor a Linduska megérkezni, hogy kinéztem magamnak egy karácsonyi ajándékot, 8 milliós Louis Vuitton táskát azért ráncolnám a szemöldököm. Ó, édesem, hát én egy jó meleg zoknira, egy papucsra gondoltam, és elmehetnék együtt két napra. Tudod, a szerelem a fontos, nem az ajcsi. Hát az érzelmek. Hát mi az a táska? Nem kell neked az a táska? Hát. Na jó. De csak elindít valami meg bank, majd mit tudom, egy karácsony környéken egy ilyen egy speciális, csak arra az időszakra vonatkozó zimányhitelt, vagy ilyesmit, amit fel lehet venni, és ki lehet fizetni ezeket a táskákat. Jó, de már ilyen programot csinálnak. És milyen lett az apró, a csemete? Még be kell töltenem a fotómat. A kis utód. A kis utód, még meg kell csinálni a fotót. Mert fel kell töltened az édesanyja fotóját, az édesanyja fotóját, és pár perc alatt megmutatja a szerelem. Hát az édesanyja fotója az fix. Az édesanyja fotója fix. Ugye illetve nem igazat lehet egyébként, mert hogy nem úgy van, hogy a különböző időszakokból származó Zimány Linda fotókat kell feltölteni? Attól függ, melyiket rakod föl. Mondjuk a program maga nem arról szól, hogy Zimány Linda is valaki, hanem hogy ha te együtt vagy valakivel, akkor feltöltitek, vagy bele applikáljátok ebbe a programba kettőtök képét, és
kiderül, hogy akkor valószínűleg hogy fog kinézni a gyereketek. Uh-huh. Tehát ez nem kifejezetten arra lett írva, vagy azért csinálták, hogy megnézhess, hogy milyen gyereket lenne a Lindától, hanem eljátszhatsz a gondolattal, ha te együtt vagy egy lányjal, vagy egy fiúval, hogy milyen lenne, hogy néz neki. Szerelmetek gyümölcse, ha valamikor azt tervezitek, hogy gyereketek lesz. Kijátszható ez a program? Tehát intelligens vagy, hogy mondjuk felismerje, hogy két férfi, mert én arra gondoltam, hogy a Feri meg én, hogy esetleg... Hát szerintem gyönyörű gyerek. Szerintem megcsinálhatjuk. Hogyha összepöndörítenénk kettőnk DNS láncát, hogy abból mi lenne? Megcsináljuk. Csinálunk egy Zimányi Linda én, csinálunk egy Feri Jani. Igen? Jó. Már a kedves Feri és Jani? Vagy a mi Feri? Jaj, megint nem. A pénzre mész, látod? A kedves ugye, Feri. A kedvesre jobban csinálnunk kell a közös jövőnkre már. A kedvesre szívesebben csinálná a gyereket. Nem, megnézzük a ti kettőtök gyerekét. Hogy milyen lenne. De milyen hülye applikációkat csinálnak, nem? Aztán nyilván az semmi köze a valósághoz, tehát hogy teljes esélyük sincsen. Bár, hogy ilyen, eurolottozó. Akkor utána meg lenne. Jó van, na, föltesszük a fotót, ha elkészült, csak ez egy kicsit hosszabb idő. Viszont, ha minden igaz, akkor Gangsta Zolit hívjuk, és ugye bunyóba keveredett az egyik rajongójával. Nem? Igen, hát a rajongó, hát abból a szempontból a rajongó, hogy kim volt egy Gangsta Zoli koncerten az illető, csak a rajongók általában a rajongásukat nem azon szokták jelezni. A rajongásuk tárgya felé, hogy leöntik többször is sörrel egy koncert alatt, amit aztán ugye a Zoli állítólag megunt olyannyira, hogy ugrott egy ilyen izét, egy ilyen Erik az angolnás csukafejest a tömegbe, és aztán elkapta a fickót, és így meglegyintette néhányszor. Aztán még így beszállt még így harmadiknak a Big Daddy Laca is, állítólag. Úgyhogy hát egy picit ilyen... banda összetart, tudod, igen. Azért ott menni kell. És meg ők is látta, többen voltak. Meg már fekszik a csávó is már, nagy baj, nem lehet. és verekedésig fajult a dolog? Hát, és igen. Aztán volt egy ilyen kis pofoszkodás. Kis agyabúgya. Egyébként szörnyű rossz dolog, de biztos ti is voltatok már mondjuk konferálás közben, hogy állsz egy tömeg előtt, és van két ember, akinek az a szórakozás, hogy téged csesztet. Ez zenében ugyanolyan rossz dolog, hogy most ott van. Ha nem tetszik, akkor el kell menni. Tehát tényleg marha idegesítő, és hogyha mondjuk ezt még leöntenek közben sörrel, akkor lehet, hogy én is ugrottam volna. Miért állnak az elsősorban olyanok, akik egyébként kötekedni ugye? Akarnak? Vagy beállnak az elsősorban, de mutogatják a középsőjukat, nem szeretik a koncertet, anyáznak, rondán beszélnek, és szígyják a felmenődét. Miért áll oda az elsősorban? Hát soha állítólag ő az a csáva a falu balhé generátora. Igen, a falu balhé generátora volt, tehát ő direkt azért ment oda, hogy na majd megmutatjuk, hogy igen, ez állnak, hogy... Béla vagyok baj kategória. Ja, és még egyébként lehet, hogy kedveli is. De csak azért is elkezdi csinálni, mert a balé az jó. Hát most nem volt jó kapott. Hát, mert a múltkor bejött, amikor a fásiék voltak, akkor nem. Kisgrófolyéknál bejött, akkor megnézzük, mi történik a Zoliéknál. Na mindjárt megkérdezzük, mi történt. Itt van velünk Gangsta Zoli. Zoli, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello. Srácok, komolyan mondom, ahhoz, hogy érdeklődjetek utána, hogy lekeverjek valakit. Igen, látom. Gyerekek. Egyre magasabb az inger küszöbünk. Bizony, csak ki lehet bekerülni a műsorba. Az, hogy vezetjük a maszlistát, meg ilyen szarni rá, mi? Tehát nem érdekes. Küldtél lemezt? Nem küldtél lemezt, így az nem érdekel bennünket. Ja, értem. Bocsánat, jó, vettem az adást. Igen. Na mi van, te még ilyenkor fel tudsz kelni, egyáltalán tudsz velünk beszélni? Hát én azt hittem valahol hajnalban éppen húznak, arrébb átlépnek rajta, és azt mondják, a Zoli, az ne bántsátok. És kint vagy a szigeten. Igen? Hétfő hajnalban volt a Robi után. Hát beleveszem Robiba. Láttam azt a jól sikerült interjúdat, amikor valami internetes portáltól valaki oda ment, Zoli léci, és mondta, hogy tetszett a Robi koncert. Az egy nagyon szórakoztató interjú. Nem voltam már olyan jól. De szerintem túl jól voltál. Egy barátommal léztünk, és csak valami, hogy azt nézd, milyen része. Azt nézd, mennyire készen van. Úristen, de kész. Nem voltam már annyira jól. De én ezt ma elmondtam egy barátomnak, és azt mondta, hogy Zoli, hát tőled ezt nem, hogy lenéznek ezért, tőled ezt el is várják. Tehát az a cég, hogyha nem így vagy. Igen, ha adtál volna egy teljesen normális interjút, akkor azt mondom, hogy már Zoli se a régie. Jól van, józan a szigeten, és egyszer csak úgy beszél. Hát most annyira régi volt, hogy még régi. Most... Igen, és ez a kis félrehúzott fejkendőt a fejeden, ahogy állt. És... Úristen, mondom, nagyon nagy buli van. Tehát tegnap nem volt ilyen nagy buli, ezért most felkeltem időbe, mert megyek gyurelni, és utána viszont mától fogva minden nap játszunk 4 napon keresztül, tehát holnap már olyan leszek, mint hétfőn. Na, nagyon jó.
A gyurálni az micsoda? Micsoda? Hát gyúrni? Kondizgatni, persze gyúrás, egy kis gyúrás. Ja, azt hittem, hogy így készülsz már ennyi idős, hogy rákuporodsz a fajanszra, és már így hergeled magad, hogy nem volt elég rostos, már kicsit így az 50 felé az ember, már minden reggel kicsit felhúzza magát. Meg tudom csinálni, meg tudom csinálni. Na, de mi volt ez a balhé, hogy valaki beszólt neked, mutogatott, és lementél, vagy mi történt? Kicsit már arrébb volt, de egyébként nem volt ilyen nagyon nagy ütlet, picit azért túl lefújva, ismerjük a bulvár újságírást, de egyébként az történt, hogy feléptünk egy, nem tudom, falunak, városnak, már nem is emlékszem a nevére a helységnek, most hirtelen nem jut eszembe. Ezzel most megsértettem sokáig, mert bocsánatot kérek, de hát nagyon sokat játszunk, hál' Istennek, ezért nem emlékszem minden helyre. Elmentünk, elkezdünk játszani, nagy lelkesedés, és jön előre egy ember két sörrel, ilyen jó nagy darab traktoros kinézetű srác, és két sörre jó, mondottam, hogy hol nekem sör, de kedves aranyos. Nézzük, hogy törekszik át a tömegen, és hozza a söröket. És azt hittem, hogy így leteszi, mert ilyen elő szokott fordulni, hogy leteszik így a sört, meg a kis rövidet, és akkor mutatják, hogy Zolikám, hogy nyugodt a fogyasztó. Nagyon mutatni nem kell, mert akkor már rajta vagy, ha odaért hát a színpad szélére. Már hasalva repülünk akkor, persze. És kérlek szépen, fogta, és előre jött mosolygás, én is visszamosogok, és nyakon öntött a két sörrel. Tehát úgy, hogy repelés közben kaptam két korsó sört a mellemre. De te lent voltál a közönség soraiban? Nem, de hogy is fölfelé. Nagyon ügyesen öntött fölfelé, hát azért jó erőben, mondom, hogy traktoros külsejű srác, fölfelé húzta meg a két sört, és az így mellmagasságba talált el engem. Azon egy ilyen füstjött a fülemen, tehát mikor kész a levestől, és a gőz dobálja a fedőt, úgy a fejemen, ugyanúgy a fedő. Én fogtam, eldobtam a mikrofont, és fejes le a közönségbe, és elkezdtem kergetni a manus. És akkor így a zenekar még hallottam, én egy ideig, becsülete nyomták énekes nélkül, egy hangmény. De aztán egy idő után abba hagyták, és ők is inkább nézték a mérkőzést. És akkor én előre mondtam, hogy egy jó eltalált pofon, nagyon sokáig tanultam azt a jobb csapottat, most jól bejött, és akkor Lacika még utolért engem, Big Daddy, mert ő azzal mindig velem van minden, jóban, rosszban mellett. Édesem! És utolért, és még egy tenyerest rárakott. És ezzel a felkettős, hogy mit csinálsz a főnök, te nem szégyeled magad? És akkor az ember már sikított, hogy húzzák ki, és mentsék meg. Aki kétszer akkor volt mindig, de a beengedők így elhúzták akkor már. És onnan... kergetőztetek? Vagy én még nagyon akartam rúgni, tehát nekem tényleg jött a füst a fülemből. Aha. És akkor a menedzserünk, a mindenesünk apukánk, Angere Rati, ő lefogott, hogy Zolika, vége, nyugi, gyere hátra. Nyugodjál meg, az órám is leesett, elszakadt a szíja, tiszta ideg voltam. És akkor nyugi, hát elvitt hátra, lehiggasztak, letakartak vizes lepedővel, lehiggadtam, és utána folytattuk a koncertet. Az igaz, hogy megtapsolt a közönség téged ezután, igen, az akció hát után, mert ez a csávó ugye a falu rossza. Hát a kis barna testvéreim oldalt úgy néztek engem, mint az Istent onnantól kezdve, ilyen csodáltak. Tehát, hogy nagyon örültek neki, hogy ilyen hogy igaziak vagyunk, hogy nem csak fék ez az egész, hanem ez igazi. Mikor azért az vicces lett volna, hogy egy ilyen párducugrás, egy vetőc félreáll a tömeg, és leesel a kerülre azért. Igen, arcra húzok. Vigyázzatok, és mindenki arrébb áll, tudod, nem kapnak el, mondjuk. Rosszus ígérő stage diving, igen. Fölállsz, meghajolsz, és visszamész. Eltört arccal tovább folytatom. Vérző orral énekes tovább. De azért ez nem egy sűrű életkép, hogy így belétek kössenek. Hogy, de nem, azért... nem, abszolút nem. Tehát tényleg tök jó hangulat van minden bulinkor. Mulatság van, lemegyünk utána, piázunk a közönséggel, haverkodás van. Ez nagyon ritka, hogy így belé. Régen volt ilyen, mit tudom, még a kezdetek kezdetén, amikor még próbálkattak, fölpróbáltak, hogy gyeng szeret, tényleg, akkor nézzük meg, milyen kemények, és akkor volt egy pár ilyen. De az elmúlt. De mindenhol vannak ilyen helyi menő arcok, akik egyébként látod, hogy ott áll az első sorban, nézeget téged, kicsit mutogat, nem kell mindig felvenni, de azért így látja az ember, hogy ő benne lenne, ha azon múlna. Mindenhol van ilyen, nem? Én olyankor kekedsz, hogy hát volt olyan, hogy még régen Miskolcon volt egy ilyen srác, de az még 90-es évek közben, amikor elkezdtük, hogy is mutogatott, te rohadjál meg ide lentről, és nézd, mindig így mutattam neki, miközben ment a zene, hogy nem hallom, gyere már közben, nem hallom még mindig. És mondja, te rohadj meg, szemét állat, utál, nem hallom, gyere már testvér közelebb, és mentem egyre közelebb, és akkor jó közel jött, akkor ilyen emberten tockos. És akkor aztán ő neki jött a füst a pilinél. Figyelj csak, miért csinálhatják ezt vajon? Tehát mi ebben a jó? Pont azt fejtegettük, mielőtt hívtunk téged, hogy áll az ember a színpad előtt, és mondja az előadónak. Nem a színpad előtt állt, ő egész hátul. Hát most minden, tök mindegy, hogy egész hátul. De én azt hallottam, hogy ő már hátul mormogott, hogy hát ilyen rondán beszél, hogy sok gyerek itt van, így beszél ez. Na én leöntöm ezt a csávot, hát én ezt nem tűröm tovább, én ezt leöntöm, ezt a gangstát. És akkor már ezt így hallották, hogy ő ez jött előre.
Egy nyomósért, hú, milyen rondán igen. beszél, leöntöm. Igen, beszél. Mi? A bácsi. Rondán beszél, leöntöm. Igen, igen. Nyomósérvek azért ezek. Hát, nem? Igen, ezt tudod, hogy Axl Rose is előszeretettel csinálta. Tehát ő abba hagyta a koncertet, lement, verekedett a rajongókkal. A legnagyobb, vagy egy csomó videója van fönt a YouTube-on, hogy valaki beszól, Axl leteszi a mikrofont, és ugyanígy abban a pillanatban ugrik, és iszonyat a slash meg. Nagyon nagyon tudom, mi meg. Igen, akkor most eljöttek az ő pillanatai, egy hosszabb szóló. Igen, valami, levágja a mikrofont, lement a színpadról, és kész, vége volt a koncertnek. Axl is hasonlóan. Zseniket lehet látni. Sebastian Bach, a Skid Row egykori frontembere, ő talpasokat szeretett ugrani, tehát ő nem fejest ugrott, hanem beugrott a tömegbe, és én nyújtott lábbal előre. És akkor arc el, jobbra el. Ez nekem nagyon szimpatikus dolgok. Hát figyelj, ez a Saba borsa, jégkorongnak is a bunyó a Saba borsa. Hát nem hiszelj, ez nagyon, nagyon jó. Így van. Hogyha meg figyelj, gettó, rebbe, gengszer, kérdezi, elsírnám magam, leöntenek. A hát, rep csak ürügy. A verekedés a lényeg. Lehet se valahol balhézni, azért csinálunk egy pár koncertet. És miután lenyugodtál, letakartak a vízes lepedővel, visszamentél és folytattad a bulit, hogy szevasztok, itt vagyok. És sokkal nagyobb sikerünk volt. Tehát én köszönettel tartozom ennek az embernek, puszilom minden is. Hősök vagytok azóta ezen a helyen, igen. Robi, hogy tetszett, milyen volt? Ne azt a verziót mondd, amit az interjúban elmondtál, de valami kicsit rádióbarátabb verziót kérünk szépen, Zoli, jó? Akkor mondom, hogy szuper nem voltál egyébként. Igen, mert én nekem ők nagyon jó barátaim, Szabikáim, meg ők azt szeretem is, amit ők csinálnak. A Robit azt így megnéztem el, hogy ekkora név, akkor nézzük meg, meg kimentünk, és kérlek szépen a következő történt, én azt hallottam, hogy Boromi Rekett. Igen. Ugye nem volt már nagyon sok hangja, de ez nem baj. Nekem az nem tetszik ebbe az egészben, hogy a konferenciák ez a pályás, meg ez is ordítozva, mint egy metal csapatú konferált, és azt vár az ember, utána beindul egy trash. És ezek után jó ordítozik, hogy mad a fakine ezt, meg minden, utána elkezd egy ilyen dat, hogy és akkor azt mondja, hogy nem, hát ez nem jön össze ez a kettő, hát hogy? Mert azt, hogy a Biohazard, vagy a Slayer az így konferál, az rendben van, de egy Robbie Williams nekem ne konferáljon így, főleg egy pofon vele. Angels. Nagyon szar, kaka. Á, igen, de azért szerethető volt. Hát szerethető, szeressétek gyerekek. És a Superman milyen volt, jó volt? A Superman az király, hát az mindig jó. Na, hát Szabiék jók egyébként. Az mindig jó. Igen. És akkor 4 napig folyamatosan játszol, de 4 napig nem a szigeten játszol, hanem össze-vissza mentek mindenfelé. Nem, játszok itt, nem a szigeten, mi strandfesztiválon leszünk jövő héten, viszont most folyamatos vidékek vannak. Ma a Szexecsőn nem megyünk Tokajra, tehát holnap Csanádapáca kártel, holnap után Debrecen kártel, és aztán Vecsés kártel. Azt. Úgyhogy... hogy van egy ilyen kis sorunk. A híres Vecsési kártel koncert. Igen, igen. Hát és Csanádapáca ott van Újkígyós mellett. Már oda helyezte át a Medellínből átment a Vecsésre. A nagyon durva a jubileumi Vecsési gangsta koncert. Nem, az jövő héten lesz a strandfesztivál, meg szeptember 5-én a Barbanegra trekbe, oda gyertek ti is el. Na hát most, hogy így elmondtad már. Egy strandfesztiválon, tehát helyes idős nő, nyugdíjas nénék, gyerekek és pöttyös labda. Lángos, kész a lángos, két gulyás, egy hek és három ízes. Tovább fog tartani a kergetőzés, majd tanga papucsba. Várjál, mert ez, amit mondtok, ez az a hely volt, ahol volt ez a kis pofoszkodás. Ez olyan hely volt. Nénik, bácsik, fiatalok, öregek, gyerekek, minden. Tehát ez olyan volt, hogy nagyon szívesen elmentünk, de nem igazán volt való oda az, hogy motherfucking nigga. Igen, itt valaki írja, hogy ez városnap volt Újhartyán 3:45-kor délután. Hoppá! Na érted? Nincs ennél jobb Újhartyán 3:45-kor délután, hogy kicsit papáson verekedni. Ez jó! Ez a kártel. Nem papásra verekedünk frissen, büdén. Fitten, ne hülyeskedj. És egy kis bingderi helyesen rohant utána, de annyira cuki. Persze, én pillanatok alatt befogtam a távot, mert a traktoros nem volt olyan gyors. Imádom. Én fürge vagyok, mint az üregi nyúl. Úgyhogy én gyorsan toléltem. Ez tök jó, mert amikor nem fáradtam, megjelent Sancho. Na jó, friss van. Erővel. Jó hát, van. Ez jó. Hát ezért kedvelünk, Zoli, ez gyerekek, nagyjárosak vagytok. Ezért mondom, fel akarok beszélni, akarok veletek, akkor lekeverjek valakit, jó? Ennyi. Okay. Valaki pofoz. Rendezd a dolgot, Vecsése, üzemszerűen hívunk másnap. Jó, és akkor hétfőn még kedden dumálunk. Kösz. Jó, csak egyet ígérlek, gyereknapon ne verekedj.
Hát én az óvodában egyszer megtámadt egy 6 éves kisfiút, egy Real Madrid volt rajta, mondom, gyere ide kisfiú, mi ez rajtad? És akkor a többi anyuka mondta, hogy úristen Zoli, ne csináld, ez csak egy 6 éves kisgyerek. Ne, Real Madrid van rajta, ezt nem hagyhatjuk, Atletico az egyetlen csapat, de gyere csak ide. Mondom, ez ki mit? Apukám, mert Real Madrid, nem, veszek majd én neked rendes Atleticot, ezt égessük el. Teljesen az gyerek, ez kész volt. Rosszul volt, mi nem értettek, mi történik. Jól van, vigyázz magadra, beszélünk, Zoli, köszi. Ciao, köszönjük szépen, hello Zoli. A nagy vecsési koncerten meglátjuk. Meglátjuk. A vecsésiek már írtak, hogy ők lehet, hogy ki tudják ütni a gombot. Milyen Zoli, jó gyerek. Rákészülne. Abszolút nincs ilyen. Tehát, hogy ő, ha őt nem bántják, azért ő nem egy, nem egy kötekedő sász. Tehát egy ilyen galamb lelkű sász. Egyébként. Tényleg. Na, elkészültek a fotók. A fotók. Mutatós gyerekek. Azt a becsáját. Szépek. Picit melyik magas a homlokuk. Melyik a szebb? A tiétek, az Imelindával, vagy a Jani meg én? Hát az enyém a legrondább. Uh-huh. Oh. Figyelj, az enyém a legrondább. Az az érdekes benne, Feri, hogy... mondjuk a tiéd se lett szép az imánya. János, hát, én nem tudom, milyen program ez. Érdekes. Azt látom, hogy a három képet így összehasonlítom, hogy elsősorban Linda génjei azok, amik dominálnak, mert mind a három gyerek egy picit hasonlít egymásra. És hát ugye a közös nevező ebben az esetben Linda. Valószínűleg erősebbek a gének, igen. A mi gyerekünk nagyon ronda, a ti gyereketek brutál ronda, Feri. A micsoda, ez a szőke tündér? Feltesszük a Facebookra. Még Jani és Linda gyereke még egészen. Hogy abban hogy lesz egy fekete hajú gyerek, azt nem nagyon értem. Egyébként azt nem nagyon értem, az egy fekete zakóban készült a fotó, és így lett. Hogy lenne már ronda, egy gyönyörű szőke fürtös hajú kis tündér csináltó. De én néztem egy másikat, mert neked kettő van. Tehát Viki kettőt csinált, van egy másik is, azért arra majd vesz egy pillantást. Tehát a Baby Generátorban azért egy másik program olyan ronda gyereket csinált nektek, mint az állat. Feltettük a Facebookra? Fel van, szép tanulságos. Feltettük. Na most a Jani meg a Linda. Figyelj, kizárásos alapon tőlem a haját nem örökölhette az anyja, az agya meg az enyém úgy tűnik, mert akkora feje van a gyereknek, mint egy... Megcsináltad, hogy milyen lenne, ha lány lenne, és milyen lenne, ha fiú lenne. Tehát mind a két verziót be hát tudod. És ez így csinálja meg neked, hogyha fiú lesz, és csinálja meg, ha lány lesz a generátor. Hát ő fiú vagy lány? Ő fiú. Aha. Föltettük a Facebookra, nézzétek meg, jó? Hogy kinek milyen gyerek lenne az imánytól. És a kettőnké milyen? Amelyik gyerek ronda kiskorában szép felnőtt lesz. Így jöttek el kikupálódni. Ezzel még azt adod magad, vagy miért nem csúlják a gyerekeit? Nagy számok törvény alapján néha vannak kivételek. Igen. 8:30 pontosan jönnek a legfrissebb hírek, aztán hármas ugrás játszunk. Ha szeretnétek játszani, jelentkezzetek SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver. Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking a table while he's operating. The morning show. 3:49 lesz. Pontosan 5 perc múlva, jó reggelt. Kívánom mindenkinek egy jó kis Eminem. Ez jó volt. Ebben jó van feeling. Van feeling, így van, és ha már ilyen régebbi zeneit adtunk, akkor mondjuk, hogy jövő szerdán a 4 napos hosszú hétvége előtt eldöntöttük, hogy elbúcsúztatjuk a nyarat. Mert hogy augusztus 20-ával hogy általában vége a szezonnak, mindenki jön már föl Balatonról, zárnak lassan az árusok, utána is vannak még azért, tehát szépen lassan már mindenki ugye előveszi az iskola kezdéshez szükséges kellékeket, készített a gyereket, vágod a körmét, mosod a haját, vasalod az ünneplőt, és szépen lassan elkezdesz lélekben felkészülni, hogy vége ennek a nyárnak, amire azért nem lett panasz. Nem lett panasz. És ezért úgy döntöttünk, hogy szerdán az új kenyérünnep előtt elbúcsúztatjuk a nyarat. Egy retro nap. Balázs leporolja otthon a Happy Gang lemezei. is. Jó az, de annyiban lesz más a retro nap. Én nem tudom, talán ilyet még nem csináltunk, hogy csak és kizárólag magyar dalok szólnak. Olyat csináltunk már, igen, magyar dalok. Nagy többségében az volt, de azért egy-egy, tehát nem bírtál magaddal egy-egy DJ Bobo csak. Jó, hát azért egy Aesopvész, egy DJ Bobo, egy Hedvé, és egy nem tudom, C-Block azért csak ott volt. Persze, de DJ Bobo Sógor, ne felejtsük el. Ja, azt mondja, igen, ez igaz. De úgy döntöttünk át, hogy akkor most. Így van, Balázs és még valaki, mi nem voltunk benne. Mi elhatárolódtunk. De nekem már mindegy, én elengedem ilyenkor a nyarat. El kell engedni. Vége tényleg 20-a előtt. Azt viszont, ha segítenétek abban, és a hallgatókat is kérem, mert hogy ugye nálunk Panna most kerül először iskolába, hogy az utolsó hétről mindenki ilyen legendákat mesél, hogy figyelj, ott már te felejtsd el azt, hogy nyarasz. Ott már te felejtsd el, hogy strand. Ott már te, úristen, hogy nektek milyen rossz lesz. És előtte állunk
ennek az egy hétnek, és én még nem érzem, hogy nekem akkor rossz lesz. Uh-huh. Hogy te már túlestél rajta. Mert nem is lesz rossz. Nem lesz rossz? Há, de mindenki azt mondja, hogy tudod, mit fogsz csinálni? Elkezdesz rohangálni füzetekért. Mondom, megvan minden, béka megvette. Uh-huh. Könyv le! Könyv van már? Hát azt mondom, nincs, de az azt iskolában adja. Uh-huh. Hogy éjszakákon keresztül fogsz csomagolni! Érted? És akkor még a... Hogy ez tényleg ennyire szörnyű? Elsőre iskolába menni? Vagy elsőben iskolába menni? Szerintem. Hát ez csak Jani felé szólhat, mert nem tudom. Nem, én voltam első, és arra már nem emlékszem, csak hogy nagyon izgatott voltam, de hogy a szüleim hogy éltek, meg nem tudom. János, azért rólad nehezen tudom elképzelni, hogy izgatottan egy Áprilisban toltartót vásároltál, és azt mondtad, hogy még ezt, jaj, de izgulok, jaj, ezt, hagyd legyen, most még meg ezt, vagy ezt. Hello Kitty is legyen ez a toltartó, igen. Vagy pedig Donald inkább gondolom a Móni inti. Persze, hát én nem is emlékszem, nem voltam ott. De hogy na, azért mondom, hogy nem. Hát figyelj, én mindig azt szoktam mondani, hogy a gyerek számára akkor lesz ez egy picit problémásabb, hogyha nem lesznek bent ismerős arcok. Hogyha nincsenek bent olyan kisgyerek, akikkel együtt járt oviba, vagy egy utcában lakik, vagy hasonlók, akkor az problémás lehet. De nem lehet, hogy ezt is csak mi gondoljuk túl, és a gyerek 2 percen belül talál magának barátot? Tehát mi abból indulunk, hogy mi ellene nekünk bemenni egy vadidegen társaságba. Na most Feri gyerekei nem azok a frusztrált típusok, tehát hogy náluk aztán tényleg nem tudom elképzelni. Panna odaszól, meg leszel a barátnőm, vagy megegyelek. De előbb a szenyádat ad ide. De a szendvicsedet akkor is betolom. Ez mi? Apa ebből légyet csinál nekem este. Ez neked hús, az a hús, amit a szigeten nyomtuk hajra a kettőkor. Mit tudsz te? Milyen táposoknak való kis anyád. Igen, ettől én se félek. Hogy szóval, hogy szerintem ők ezt pillanatok alatt megoldják. Az biztos, hogy ezt a részét, ezt mi aggódjuk túl, hogy a gyerek, mert ha belegondolsz abba, hogy elmész egy baráti társaságba, ahova jön mondjuk olyan, akit nem nagyon ismertek, és a két gyerek még soha nem találkozott, optimális esetben 2 perc múlva ezek játszanak. Csak felnőttek között, vagy mondjuk akkor két férfi között a legrövidebb út egy feles. De hát ugye gyerekeknél inkább szagos radírvonalon kéne mozogni. Hát hogyha esetleg a gyerek mondjuk elővesz egy lapos üveget. Apa, te ezt nekem? Az volt, hogy nem két ember a között. Ugye, hogy nem. Az a fontos, hogy tényleg úgy láss, hogy boldog, jól érzi magát, jó, jobban legyetek a tanítónénivel, tudod. Végig viszi, vagy hát legalábbis nálam még így volt, hogy 4 év, aztán felsős, nem tudom, vannak iskolákon már végigviszik őket. Tudod, meg ami fontos szerintem, hogy a szülők legyenek jó arcok. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Hát akkor nálatok ez sajnos elúszott. Legalábbis mi mindenféleképpen kilógunk. Én attól soha nem félek, vagy soha nem féltem, hogy Beri bárhova ment, tényleg, hogy a gyereke, mert miért megtalálja? Szerintem a legtöbb gyerek megtalálja egymással a hangot. Sokkal inkább neuralgikus pontja ennek az egésznek, hogy az a gyerek, akivel a te gyereked majd jobban lesz, mondjuk, tudjatok a szülővel röhögni egyet. Vagy a szülőjén az utolsó sorban üljetek, és jelentkezzetek az SM, röhögjetek az SMK-sokon, ahogy nagyon jelentkeznek, és nagyon strémelek. Akkor a hangjában, hogy kíváncsi leszek, tényleg mi lesz, amikor majd ott ülsz bent az utolsó, biztos, hogy röhögsz majd az SMK, ott ülnek majd körülött, mikor a harmadik óra végén ülsz. Csendesebben! Legyen már kis tekintettel a tanárnőre, Sebestyén úgy. Nem vagyok, csak én szeretek, tehát vannak az óviban is szülők, nem sok, akivel azért úgy jobban van az ember. Isteni szerencse, ha annak a gyereknek a szülőbe vagy jóban, aki ugye a te gyerekeddel barátkozik. De hogy számomra ez sokkal stresszesebb, mert én tudom, hogy a Benni meg a legtöbb gyerek tényleg baromi jól el lesz. Suliban is. Csak legyenek jó fejszülők, akik lazák, röhögnek, ha a gyerekünk összejár, mi is össze tudunk járni, van egy közös program, mit tudom én, el lehet valahova menni. Szeretik egymást a szülők, az anyukák jól el vannak, tudnak kettőt röhögni. Hát azért ott nálad alszik majd, jön a zovistárs, vagy az iskolatárs, te mész oda, ott alszol, már nem te. Ó, kis barátnő, arra azért még egy pár évet várni kell. Bocsánat. De hogy a szülő, legyenek jó fejszülők, szerintem ez az egy, amiért drukkolják. Hogy legyenek jó arcok a szülők. Vagy legalábbis, hogy olyan gyerekkel barátkozzon a panna, akinek a szüleivel mi is tudunk. Mert a szörnyű, ha a gyerekkel bajom, és az anyja vagy az apja, én tudom, hogy kicsit mész, nem jó fej, nem kedvel téged, mert biztos olyan vagy, előítéletes, mit tudom én, és látod rajta, hogy nem akar nyitni feléd. Menjünk közösen kirándulni a hétvégén. És mentek négyen a csöndbe. Jó, hát akkor a közös programot nagyon nem kell erőltetni. Szerintem ez a legfontosabb, nem? Azt mondja, hogy legyenek jó arcülők. De hát már sok szülő például ilyenen pörög, hogy ti bementek-e az iskolakezdés előtti héten barátkozni. Hova? Az iskolába a tanárnénivel. Ja, hát mondom, ne haragudj, én. Na, őket kerüld el messziről. Hogy miért mennék be? Miért kell nekem zaklatnom az iskolás
tanárnénit azzal, hogy én bemegyek augusztus 27-én, hogy tanárnő, minden rendben van. Hogy fognak szeretni, ha ezeket mindig behozod adásba és elmesélted. Igen. Hát de most, hát de ez az életünk. Ez a legjobb. Hát ez a munkánk, nekünk erről beszélni kell. Strébert akarsz nevelni a gyerekből, akkor csináld. De most menjél be, érted? A tanárnéni szerintem a halálba kíván el mindenkit, aki augusztus 25-én, amikor neki már egyébként be kell járni dolgozni. Van olyan tanárnéni, akinek ezt tetszik, meg élvezik, körbe duruzsolják, rajongják már. Az első héten a kedves szülők, de te ne tartozzál. A jobb arcok szerintem nem puncsolnak. Persze, legyen jóba, meg legyen az ember cuki a tanárral, mert amit hogy fölöslegesen bemenni, nyomulni, akik igazán jó fejek, meg lazák, azok nem mennek be nyomulni. Tehát minek menni? Igen. Valaki azt mondja, hogy ő iskola bejárásra megy, olyan ismerősük. De hogy ez itt a WC, ez itt a tanári, vagy igen. Mi? Igen. Nem, hajnal a kettőkor hátul benyomja az egyik ablak. Az egy másik ismerősöm. Van egyébként olcsó áru, ha kell tőle. Feltöri a tornaszertárat. Nem, azért, hogy majd a gyereknek... Két tévonal, azon meg két doboz krétát. Hogy a gyereknek ő el tudja mesélni, hogy merre kell WC-re menni, és mondom neki, hogy szerinted nem mutatják meg az első nap, hogyha pisilni kell, pisilni kell, akkor is bemegy, megnézi, ahol a WC, hogy elmondja a gyereknek, hogy balra fordulsz, és a második ajtó ott kulálják. Oda menjek kulni. De azt érted? Nem már! De. Jézus, azt mondta, hogy iskola bejárásra megy. Na, felük nem megy. Fogtok összejárni. Miért egyébként az udvaron kapar magának egy lukat, aztán az a baj, velük már összejárunk. Igen. Panna, megmondom, hogy ne a focipálya mellett végezel a dolgot. Nem, és a Velencét, az másik nem úgy megy, hogy lebukolsz, és elintézed a dolgot, és szaladsz tovább a labda után. Nem, ez, már, nem, ez egy iskola. Ez egy iskola, itt menj el a budi. Civilizált kultúrát emberek vannak, ne. Szóval, hogy... Nem lesz gond. Gyula kérdezi, tisztelt Balázs, na én vele jobban lennék, ha ő, miért kell a szülőknek is összejárni, jópofizni? Ő, na vele meg. De. Ő az emberünk. Nem, én nem azt mondom, Gyula, hogy kell egyébként, csak szerintem jó. Tehát, hogyha tényleg a te gyereked jóban van egy másik gyerekkel, és a két szülő esetleg egyébként jól kijön, bírják egymást, hát akkor miért ne? Jók ezek a sulis bandázások, amikor mint a kirándulás van, közös program van, mint a hétvégén mentek együtt, és akkor mész a gyerekkel, ott vannak a szülők, most nem azt mondom, hogy zsákba futsz, és sorversenyeket rendezel, és akkor ott az anyukák, mint a talicskáznak, meg ördögszekkel, ez egyébként az de az, hogy mondjuk összejártok, és jobban vagytok, szerintem azon nincs baj. Nincs baj. Úgyhogy, nem, hát úgy gondolja, Balázs, miért fel a telepet, mert jövünk jövőre mi is, már nem egy suliba, de jövőre indítjuk, indul az iskola szezon nálunk is jövőre. Úgy gondolja, Balázs, hogy majd nyilván a Benny tök jóban lesz a kis Demjánnal, a kis Várszegivel. Igen, a Csányi gyerekekkel. Mészáros gyerekekkel. Hát akkor össze kell járni a szülőknek, sajnos, hát akkor. Ha muszáj. Sebestyén, Mészáros. Horváth, Mészáros. Ugyanakkor meg tök fontos, Mészáros és Mészáros. Hát, hogy rá mert bízni a gyereket. Ha te nem tudsz érte menni, fölhívod Mészáros urat, érted, aki megy a gyerekért. És leaszfaltozza. Igen, hogy vigyétek már az enyémet is. Egy poros az út előttünk, hogy dobjatok már rá. 600 méter aszfaltot tegyetek már gyorsan. De azt, hogy például... Múlva is mehet a szérére, mert tudom, hogy olyan is bán. Hogy a gyerekek közösen járnak majd, mit a focit. Vidd már el az enyémet, ott vagyok. És akkor beugrik, berakja a kocsiba, meg bízol benne, jóban vagyok, elviszi, elmegy érte, egy helyen laktok, hazahozza. Tehát ezek tök normális dolgok. Jó, hát de nagyon fontos, hogy soha ne hagyj kiegyenlítetlen számlát. Ha ő egyszer elviszi a te gyerekedet, mindenképpen vidd el utána egyszer, és mert eljön majd az a pillanat, amikor van valami nagyon-nagyon fontos dolog, aminek a kapcsán összerúgjátok a port. Mit vegyünk a tanárnéninek a névnapjára? Bombont vagy virágot? Étkészletet? Vagy pedig egy névre szóló töltőtollat? Ezzel majd összevesztek, és akkor mi lesz az első? Igen, akkor persze jó voltam, amikor elvittem a kölyködet focira. Kettőször, ja nem, csak egyszer, de elvittem. Írnom kell, hogy Horváth család elvitte egyszer, kis pontos család, négyszer elvitte Benit ide. Három majd jövök a kis családnak. Hát figyelj, mi ezen az ajándékon se feszülünk nagyon ám óviba. Amit akarnak a többiek, azt nem? Vagy nem. Vagy te nem is szálltok be? Nem. Hát így van. Nem adunk semmire, ez nem, valami, nem tudom, valami kis egyéni kedveset, hát nem lehet. Persze. Nem, jó, vagy akkor az lesz, hogy te különc vagy, de és akkor nem szállsz be a közös. Akkor te vagy a nyallert. Megadnál szám a számát. Utalni kell egy szabad szemmel látható összeget. Nem tudom, fene se tudja. Hát akkor most az SMK-sok ezt túl vezéreltel azt gondolják, hogy a 26-dik nem tudom mit kell megvenni majd iskolába, ja, akkor beállunk SMK-sok a sorba és megvesszük. Tehát mindig úgy mondjátok ezt az SMK-st, mint hogyha az Antikrisztusról beszélek, de ott is vannak jó arcok. Tehát, hogy kevés. Vagy van, aki, kevés. Van, aki azért lesz SMK-s, mert látja, mert hogy... Mert önkétesendő. Ja, igen. Nem. Hogy mert azért, hogy mert szeretné, hogyha jól mennének a dolgok. Én azért ismerek olyan SMK-s anyukát, aki azért igen, van ilyen. Nagy segítség. 10-ből 2. Tényleg. Az SMK-s az egy külön rész.
tehát az gyerekek, azt tudjuk, hogy azért szeretjük őket, fontos, amit csinálnak, de hogy azért miért kell ennyire túlvezérelten csinálni, azt azért sose fogja az ember megérteni. De vannak jó arcok, persze, tehát vannak, akik jó fejek. Fogadjuk, hogy te az SMK elnöki posztjára hajtad. De mi akar lenni, azért, igen. Azért van ez az egész ilyen, hogy hívják, nagy... Nincs bajom velük, csak sokszor rossz a tapasztalat. Nem mindig, és nem általánosítok, vannak jó fej SMK-sok, de azért általában. Sok barátomtól, sok iskolából hallom, hogy azért van gond. Nem, vagy majd te. Én nem. Vajag, mit kell adni, hova kell adni, mit kell csinálni, de nem vagyok. Edzőkönyvezünk. Szülői értekezetet előtt. Leszúrni a szülőket, igen. Nem lesz gond felé. Jó lesz, tök izgi, mész majd évnyitóra, én nagyon várom, sulitáska, bemész, te vissza, és kicsit az jön, érzed az iskola illatát, a szagokat, és kicsit eszedbe jött, amikor te mentél általános iskolába, izgultál, már kicsit jön a pasizás, a csajozás, szerelmes lesz majd, szerintem tök izgi korszak. Ja, azt hittem, hogy én pasizni, csajozni. Figyelj, hát... Ki tudja, hogy az összejárásból aztán mi lesz. Már látom magam előtt az első napot. Virágot talán én nekik, igen, megvan, ágyas pelénk az igazgatórnak, igen, jó, a 40 darab muffin a gyerekeknek, igen. Basszus az iskolatáskád! De az nem is kell. Mi a francnak? Enni legyen mit. Játszanak, szórakozzanak. Marhapofa a fizika tanárnak, Gyulai Kolbász a matek tanárnak. Én azt mondom, szórd meg őket az elején, csak a mihez tartást véget, érezzék, hogy beköszöntél. De akkor meg elkényezteted, és várja minden hétfőn, hogy viszed a szettet. Nem szabad elkapatni akkor őket. Csak finoman adagold a házi kecske sajtot. Menj be előre, így van, pontosan. Tehát amikor reggel próbáld megelőzni őket. Tényleg. Ott van az ismerősöd, aki meg tudja mondani, hogy kell bejutni éjjel az iskolába. Vele lebótolod a dolgot, éjjel bemész, aztán reggel, amikor bemegy a tantestület, csak azt látják, hogy mindenkinek az asztalon ott van egy kötöző sonka. Kötöző sonka. És ott ennyi. Jó. És csak nem az összesért, nem a négyesért, objektíven osztályozzák, de azért fogadják el. Nagyon jó. Hát, hogy ezt a fél disznót csak behoztam. 16 hétig füstött pármai sonkát! Igazgató úr! Rahat életben! Miért a negyediken vannak? Itt egy fél mongolit. Sok szeretettel, és csak annyit írja, illetve ne annyit írjál rá, mert az kevés lehet, hogy tehát azt írod rá, hogy szeretettel Rákócziék, ha szerencséd van, csak egy Rákóczi van az iskolában, de mi van akkor, hogyha más kapja meg, ugye? Ha más az ellenszolgáltatás, ha van még egy Rákóczi. Egy Klassz FM-es üdvözlőkártyát mellé teszel. Én alá kanyarítom, ha én vagyok a biosztanár kedvence, még alá is írom neki, Marika néninek sok szeretettel, Balástól, minden. Szeptember első hetében, hogyha majd jön a felé 60 darab autogram kártyával, hogy itt írtál a Léci Balázs, akkor tudni fogod, ez lesz. Ha ezen múlik, hogy Pannának jó legyen, akkor megtesszük. Jó lesz ez? Menni fog az. Jó, én nem izgulok, csak ugye készítettek már, hogy micsoda őrület lesz. Szerintem ez mérséklet függő, hogy fogod föl. Nem? Tehát, hogy milyen szülő vagy, mennyire aggódod ezt és szorongod túl. Ha már benn van, tök jó, hát van az előkészítő iskola, hova veszik föl, azt szerintem egy sokkal nagyobb trauma. Hova vid, milyen sulit válasz, előkészítőre járni, megértetni vele, felkészíteni, hogy itt ez végig kerül, stb. Ha már benn van, hát onnantól kezdve hát imádni. Panya, ezt kérdezte, hogy milyen lesz az iskola, mondta neki, kicsim, ez már a te harcod. Egy. Apád, én megteszem, itt lehetek. Szólj, ami kell, de ez már a te harcod. Jó, figyelj, tudok egy orvost, aki egyébként a gyereknek kicsit könnyebb legyen az első része, vagy az első év, akkor diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás. Ja, aki kiállítja a papírt? Diszkofóbiás, amit akarsz. Tanárfóbiás, ülésfóbiás, igen, köpenyfóbiás. Persze, és akkor már 4 órára nem kell bemenni. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Itt van velünk Juli. Hello, Juli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Juli, honnan hívtál minket? Albert Írsai vagyok, fiúk. Albert Írsai. Nagyon jó. Ott voltál ezen a bizonyos gangsta koncerten? Albert Írsai nem volt gangsta koncerten. Nem. A Vecsési az most lesz. Nem az most lesz. Albert Írsai volt a verekedős. Nem, új harc. Jó, új harc, hülye vagyok. Már összecsönk a kettő. Igen. Új meg Albert, érted? Egy környék. Milyenek a kérdések? Azt mondja, nézem, szerintem, hát, embert próbálok. Na nézzük. Ajaj. Így szól az első kérdés. Melyik ország egyik látványossága a kék mecset? Törökország. Így van. Úgy van. Így van. Így van. Menjünk tovább. Persze. Baseball sapkáért. Így szól a második kérdés. Ki volt Michael Jackson első feleségének az édesapja? Elviszlek. Így van. Van segítségem. Ki volt? A barátom is
Uh-huh. Ott ül a barát. Az írsai rockabilly klub belül. És tényleg. Igen. Brutál pajasszal iszred. És az ott van a szemben, fekére Elvis ruhába. Feltézzük a kérdés, ott ül bent. Hogy hívják? Igen, ezért éppen Elvisnek a vegaszi korszakát idézően, tudod, 3,5 kiló flitterrel ott ülne bent. Elkérjétem, hogy csak ennyit az, hogy love me. Ki lenne a király? Menjünk a harmadikra, nem könnyű. Megkérdezhetem, ilyen téma? Filmes, bozis, sorozatos, tévés. Menő sorozat. Menő? Jó, hát. Peti nagyon benne van a menő kérdésekben a rockabilly témák mellett, úgyhogy nehet. Itt van a harmadik kérdés. Melyik amerikai tévésorozat egyik főhőse Mads Mikkelsen? Hogy? Egy zseniális dánc színészről van szó. Biztos? Te jó vagy! Peti! Költözzünk össze! Nagyon jó a pasid, nagyon jó. Hajaj! 3-3-at. 3-3-at ő tudott. Vagy 2-t. Más felett. Júli, van egy ajándékcsomagotok, gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk. Gyors volt, jó volt. Flott volt. Ügyesek vagytok, flott volt. Köszi a játékot. Puszi. Mi is köszönjük. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc múlva pontosan, 9 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébredt. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt! Hello! Hát úgy örülök nektek, de hogy itt vagyok. Tudjuk képzelni. Úgy örülök nektek. Na jó, van akkor. Na nézzük, mik a közlekedési hírek. Azt mondja, hogy Balaton felé 3 lábú, a 93-as kilométernél, Pest felé a 133-as kilométernél szintén Zalán küldte nekünk. Köszi, Zalán. M3-as 204-es 203-as kilométer között Pest felé sebességmérés folyik. Aztán a Böszörményi pihenőnél mérnek Debrecen felé, ezt Nandi írta. Trafipax Tapolcán a városból kifelé Gyulakeszi felé, úgyhogy vigyázzon mindenki. Joke üzente nekünk, nagy a Bajcsi Zsilinszkin van egy trafi. A nyugati felé üzente Roberto. Roberto, Isten vagy tényleg. Roberto, az úszhagyomat. M7-es 134-es 135-ös kilométer között trafi, ezt mondtam. Valamint a 264-es kilométer előtt mérnek a rendőrök Máté Szalka felé az M3-as autópályán. Hálásan köszi, Máté. Miből volt a Roberto az úszonyomat? Roberto az úszonyomat, nagy kékség. Nagy kékség. Következő idézet? Ebből csak ezt az egyet tudom. Másik filmet akartam. Mélyebbre te egy másik filmet, fölismeri-e? Nem, én nem vagyok a filmidézetekben, nem vagyok jó. Rocco, tedd oda, ahova nem való. Ah, ja, bármi. Bármit. Na jó, srácok, egy dolgot szeretnék mondani mindenképpen. Jelenleg zajlik egy nagyon-nagyon komoly kis sporttevékenység. Egy kedves ismerősöm, Vozár Attila fejébe vette, 3-szor nyerte meg egyébként a Bécs-Budapest szupermaratonit, fejébe vette, hogy 5 nap alatt körbe karikázza az országot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 1300 kilométert kell neki letekerni, ilyen 260 és 300 kilométer közötti napi átlagokkal. Tegnap 8 órakor indult elő a Hősök teréről, most fogalmam sincs, hogy hol tart. Most csinálja ebben a pillanatban. Jézus. Az ember, egy hihetetlenül kemény sportember, mondom, 3-szoros Bécs-Budapest szupermaratoni győztesről van szó, egykori ultrafutóról. Ő ezt az egészet azért csinálja, mert van egy kisfiú, egy 6 éves kisrác, Cupi Csabika, aki sajnos amikor megszületett, akkor azok az agyi részek károsodtak, amik a mozgásért felelősek, és így 80%-osan gyakorlatilag ott van egy nagyon komoly probléma, és az ő műtétére gyűjt ezzel az Attila, az ő műtétére, illetve az ő állapotára próbálja meg felhívni a figyelmet. És hát egy nagyon komoly dologról van szó. Tehát, hogy egyrészt ugye a Csabika esete is azért mindenképpen érdemel egy kis figyelmet, és érdemes követni mondjuk például a Vozár Attilának a Facebook oldalán keresztül ezt a tevékenységet. Másrészt meg az, hogy az Attila bevállalt egy ilyet. 5 nap alatt 1300 km. És a 40 fok. Hát a múltkor fia Robival el akartunk tekerni a szomszéddal a kocsmá, vagy a boltba. Egy 500 méter 3-szor álltunk meg fröccsözni. Tehát, hogy ez embertelen. 40 fokba 200 kilométereket tekel. Nem fázhat. Hát az nem. Hajrá.
Úgyhogy nagyon komoly. És lehet más is, mondjuk mi is tudunk segíteni, tehát bárki tud csatlakozni. Persze, persze. Én feltett szándékom, hogy valahol elkapom majd útközben az Attilán. Igen. Ott van, Moli, ott van, Satú! Partvis nyomsz a bringa első kerekében. Csinálok majd vele valahol egy kis képet. Aztán azt feldobjuk a Facebook oldalra. Tényleg, hogyha ha valaki úgy gondolja, hogy érdekli a Csabikának a sorsa, meg az Attilának ez a nagyon szép kis küldetése, akkor az keresse meg őket, vagy keresse fel az oldalaikat a Facebookon, és akkor megtalálja a megfelelő bejegyzéseket. Komoly. Nagyon komoly. Nagyon komoly. A másik még egy nagyon helyes sztori, amit el akartam nektek mondani. Valamelyik nap láttam egy reklámot, az, hogy mit reklámozott, nem is olyan fontos, egyébként pedig nem is lehet nálunk kapni a terméket, de hogy Cristiano Ronaldohoz kapcsolódott a reklám, és marha jó dologról volt szó. Elmaszkírozták ugye a Reálnak a futballistáját, és kiment egy valamilyen térre Spanyolországban. És kapott szakált, bajuszt, hogy hívják, hogy... Hajléktalannak, nem? Mindegy is egyébként. Mindegy, kicsit ilyen hajléktalannak maszkírozták. Tehát, hogy nem volt túlságosan vonzó az ő külse, pedig tudjuk, hogy hát a szem meg bugyi nem maradt szárazon, ahol a Cristiano CR megjelenik, mert egyébként imádják a csajok. Még kis pocakot is varázsoltak neki, és ilyen nagyon idétlen kezes lábasba volt, és másfél órán keresztül ott trükközött a téren, úgyhogy egyébként brutális dolgokat csinált, tehát hogy tehát ez egész nyilván arról szólt, hogy az emberek, hogyha mondjuk Cristiano Ronaldo kiment volna oda, csak úgy szépen, mit tudom, Real Madridbe, és ott elkezd dekázgatni, meg elkezd ugyanazokat a trükköket tolni, megőrültek volna, így meg csak azért páran, mit tudom én, ráfűzögettek, és akkor nézegették, hogy ó, milyen ügyes ez a gyerek, meg mit tudom én, és odafuttatták ki a történetet, hogy egy kisrác is oda ment hozzá, és elkezdték így passzolgatni, játszogatni. És ment is, egy kisrác nagyon élvezte, nagyon tetszett neki. Történetnek a vége természetesen az lett, hogy Cristiano leleplezte saját magát, levette az álbajuszt, levette az álszakált, az az arc, amikor a kisrácnak leesett, hogy kivel rúgta a bőrt ott negyed órán keresztül, hogy kivel passzolgatott, kivel dekázgatott, aztán ránézett, és nem tudta, hogy mi van. Tehát, hogy látszott rajta, hogy ott a kisrác egy agyilag mattolva volt. Nem tudta összerakni a két dolgot egymással, amikor pedig leesett neki a dolog, hogy kapott egy labdát egy aláírással, szerintem az aláírás se értelmezte. Tehát, amikor megkapta a labdát, az aláírás gondolta, hogy mit tudom én, Pedro, Juan, akárki, valaki. Közben Krisztián volt. És igen, és Krisztián volt ehhez képest, a kisrác elsírta magát. Édesem, hát neki ez egy nagy dolog. Annyira persze. Nagy volt, annyira nagy volt. Hát ez már hasonló... mindenki az anya tejjel szívja magába a futballt, a drukkolást, most mindegy, hogy tényleg Barcelona, vagy Madrid, vagy teljesen mindegy, Sevilla, tök mindegy, ott bárkinek drukkolsz, az már biztos, hogy egészen kiskorodban megkapod a szülőktől. Tehát 4-5-6 évesen ők már annyira fanatikus drukkerek, hogy ezt mi nem is tudjuk elképzelni. Persze. Itt azért nincs ekkora óriási futball szeretet. És ami még nagyon izgalmas, hogy nagyon ilyen tanulságos volt a dologban, hogy egy csomóan áldogáltak már ott jó régóta a téren, akik szintén látták ezt a produkciót, meg látták, ahogy passzolgat a hajléktalan a kisráccal, és amikor ők is észlelték, meg lesenek egy tantusz, hogy ez a nagy Ronaldo, illetve a kis Ronaldo, ahogy szokták mondani, abban a pillanatban a tér hirtelen egy oda szippantott minden embert, és onnantól kezdve már rettenetesen izgalmas volt számukra ez a történet, pedig gyakorlatilag nem történt semmi. Semmi olyan dolog nem történt, amit addig ne láttak volna. Tényleg, Cristiano Ronaldo volt, aki áruhában dekázott, passzolgatott és csodákat mutatott a labdával, de addig nem volt érdekes. Hát nyilván áruhában volt azért, igen, persze. Igen. Hát most addig nagyon tényleg nem érdekes. Egyébként mész egy pályaudvaron és valaki dekázgatott, hát az nem egy... De inkább a kisrác miatt. 600 ilyet látsz. Persze. Inkább a kisrác miatt volt izgalmas, a kisrácnak a reakciói miatt. Egy pár évvel ezelőtt, hogy egy-két évvel ezelőtt láttam, ami hasonlót, az is nagyon-nagyon jó volt, akkor meg egy szponzor játékra lehetett jelentkezni, és az volt a végkicsengés a dolognak, hogy bementek azok, akik jelentkeztek a játékra, és akkor a szponzornak az atrapja előtt, ilyen szponzor feliratok előtt csináltak egy pár fotót. És egyszer csak mi történt? Megjelent valaki. Angliában volt. És megjelent a Beckham. És megjelent a David Beckham. Megjelent David Beckham, igen. És ez az angoloknál volt, hogy Istenként tisztelik, imádják, és hihetetlenül szeretik egyébként. Annyira nagy volt, annyira megható volt, még így külső szemmel nézés, akkor esett le az embernek a tantusz, hogy számukra mit jelentett ez az egész, hogy számukra a labdarúgás mekkora szentség. Igen, és igen. Hogy ezekkel az emberekkel találkozni, milyen fantasztikus. És a Beckham ugye úgy jelennek, hogy fotózkodtak, és ez csak bejött balról, és elnéztek oldalra, és nem akarták elinni. Az anyuka sírt, gyerek sírt, és mutattak egy olyat, hogy még az anyuka meg a gyerek megy a liftbe. És anyuka törölgeti a könnyét, mind a ketten, és hogy úristen, kivel találkoztunk, és David Beckham, és a gyerek is sír a liftben, hogy találkozott a Beckhammel. És anya is ott áll a liftben, egy kicsit megtermett anyuka, és mind a ketten zokognak. És látszik, hogy a gyerek is így törölgeti a könnyét, tudod, hogy ők találkoztak David Beckhammel. Annyira megható pillanatok ezek.
Annyira igen, megható. Igen, 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 és szeretik, nem utálják, hogy gazdag, nem utálják, hogy milyen autója van, zavar. Nem utálják, hogy mennyit keres, ugye, hogy azért kicsit a mentalitás is más egyébként. Itt azért tényleg hát próbálnál úgy híres lenni, hogy nagyon sokat keresnek, biztos, hogy megtalálnak, kommentelnek, bántanak, utálnak. Ott is nyilván utálják őket, de hogy valahogy mégis nem azért biztos. Azt látod, azt érzed, van egy kisebbség, aki talán igen, de hogy például Beckhamet az egész ország viszi a vállán, szeretik, nem irigyek, imádják, és nem bántják, nem akarják a családját bántani. Hanem elfogadják, nyilván baromi sokat keres, és iszonyatosan gazdag és milliárdos, de mégsem utálják ezzel. Hát van mögötte teljesítmény, lehet, hogy az, ha most focista párhuzamot akarunk húzni, akkor nem. Hát nálunk is nem bántok, nem most ezzel senki, csak egy kicsit. Teljesítmény is van mögötte, persze, meg, de hát azért ez mentalitás is kérdése szerintem. Aha. Tehát, hogy azért mi olyanok vagyunk, hogy itt aztán lehet bármilyen teljesítmény. Azért inkább utálkozunk, irigyek vagyunk, és az a rohadjon meg, még kereső annyit, tudod. Mind? No. Tehát itt a saját boldogtalanságunk oka mindig valaki más. Nem attól vagy te boldogtalan, meg sikertelen, hogy ő sikeres, de valahogy mégis ezt gondoljuk. Ő előlünk veszi el a helyet, miatta vagyok boldogtalan. Nem azért keresel, nem egy kevés pénzt, mert ő sokat keres. Sokat keres, rohadjon meg, mert én csak ennyit. Hát nem miatta keresel ennyit. Vagy nem miatta vagy alul fizetett, hanem a munkád, a lehetőségek, a jelenlegi anyagi helyzet, vagy a fizetések színvonaltalansága miatt, de nem ő veszi el a pénzedet, mégis Magyarországon kicsit így látjuk, nem? Hát mert az könnyebb mást utálni, mint magadat. Hát föltrenírozni arra a szintre. Na, akkor nekem is van kérdésem, én lemaradtam erről a fajta cicaharcról, ami zajlik, és ez pár nappal ezelőtti történet, ezt én tudom, hogy ez nem egy annyira friss dolog, de mégis vannak pillanatok, amiket kevésbé értek, mert olvasom, csak én ezt a bizonyos hangfelvételt én nem hallottam, de talán ti jobban olvastok mostanában bulvárt, nem sok időm van. Amikor lehet, akkor inkább alszom, hogy mi ez a Bálint Antónia kontra Sarka Kata féle cica harc, ami állítólagosan Bálint Antónia, de mégsem Bálint Antónia. Lehet, hogy Sarka Kata, de tudjuk, hogy ő valójában Sarka Kata. Az biztos, hogy ő mondja, biztos, hogy Sarka Kata. Fogalmazz el úgy. Mi harcolnak a lányok? Hirtelen azt hittem, hogy a Tarlós Lázár féle cica harc. Arról is lehetne beszélni, csak nem mond, mi? Inkább a bulvárral foglalkozunk, és nem a napi politikával. De ők min ölik még egymást? Vagy min megy még a harc? Állítólagosan van egy hangfelvétel, amikor is ugye sarkáikat fölhívta Toncsi, ha a Toncsi, nem állítjuk a Toncsi, én nem tudom, hogy ki ő. Hangsúlyozom, mi csak találgatunk ebben az ügyben. Igen. Tehát mi nem tudjuk, hogy valójában itt mi történik. Az tény, hogy a Toncsinak valami nagyon csípi a szemét. Úgy tűnik, ha a Toncsi szerű. A Toncsi hangú. A Toncsi hangú igen. Valaki. A Toncsira valaki. Erősen hajazó, de nem biztos, hogy igen, Toncsi. De nem ő az. Ült otthon a Sarka Kata, és egyszer csak a Toncsi rá, ha attól Toncsi, igen. Nem tudjuk, rácsörgött, és elkezdődött egy olyan párbeszéd, ami aztán megjelent a Velveten, és én olvastam azt a párbeszédet, én a hangfelvételt nem hallottam. Hát nem szép. Ott aztán nagyon keményen megy. Igen. Nagyon keményen megy. Kata éppen állt bent a gardról tükör előtt, és a selfie poszt gyakorolta már 3 óra, és akkor hirtelen megcsörrent a telefon. Megcsörrent a telefon. De hát ha valaki fölhív, akkor ezt gyorsan rögzítette, felvette, mert ugye most arról megy, vagy azon pereskednek, hogy most kiadják, ne adják ki ezt a hangfelvételt. A Katáik állítják, hogy ez a Toncsi volt, a Toncsi az ügyvédjével letiltotta, de közben azt látom, hogy YouTube-on fent van az egész beszélgetés. Tehát a YouTube-on már fent van ez a beszélgetés. Csörgött a telefonot, fölvetted, és felveszem, ki az Lóri vagyok. Mi van, Szevasz, 11-re ott lehet, vagyok. Igen. De hogy nyilván miután elkezdődött ez a beszélgetés, ez úgy, az eleje is ugyanilyen volt. És akkor automatikusan megnyomod a rögzítést. Na most több témát is érintett a Toncsi hangú, mert hogy nem ő volt, de olyan hangja volt nő. Itt a szexualitást érintette, a karriert igen. Érintette, az iskolázottságot érintette, tehát elég mély ilyen gázolt bele a sarkakat Kata lelkébe, meg nem csak a lelkébe, mindenébe. Ez az illető, aki kicsit olyan volt, mintha Toncsi lenne. A Toncsi lett volna. És mintha ittas lenne egyébként. Mintha, igen. Igen. De nyilván nem Toncsi volt, és nem ittas, de olyan volt, mintha ő lett volna. Uh-huh. Hát lehet, hogy azért rögzített, mert tényleg már korábban volt, hogy valaki hasonlóképpen ittasan, aki egy kicsit hasonlított a Toncsira, felhívta már őket. Aha. És gondolom már az első mondatnál ő elindította a rögzítésnek azt, hogy hát letettem magam. És itt arról a beszélgetés úgy indul, hogy ki mit akar. Igen. Orálisan kielégíteni Hajdú Péter. Uh-huh. Erre mondja a Kata, hogy arról már lecsúsztál. Ugye, tehát ez a felütés a beszélgetésnek, hát ha nem vagy egy nagy bulvárkedvelő, és azért ezt végigolvasod, hogy hogy ebből mi sül ki? Uh-huh. Állítólag ők vendégségben voltak, és a vendégek rögzítették ezt a kihangosított beszélgetést. Ez derült ki ebből a cikkből. Az egész ügy nagyon szövevényes egyébként. Na, akkor meg is vagyunk. Hogy? Hát akkor meg is vagyunk gyakorlatilag. De akkor itt több tanú is volt akkor. Hát tanúk vannak, de azt nem tudjuk, hogy ki volt a betelefonáló. Figyelj csak, telefonszámot nem írt ki.
Azt nem tudom. Mert akkor abból azért lehet kiindulni, de mondjuk nyilván letiltotta. Igen, így ezzel kezdődik, hogy mit akartál. Mit akarsz hallani, Peti? Erről beszélgetnek. Jobban csinálom, abban biztos lehet, mondja a Kata, nem véletlenül tartok én ott, ahol tartok, te meg ahol. Aha. Miért te hol tartasz? És akkor itt elindul a beszélgetés, hogy kinek milyen műsora van, gyerekekre rátérnek, iskolai végzettségre rátérnek, és a két csaj, Kata és valaki, ugye, ők... ez a telefon és ő az. Igen. Na, szóval érdekes a dolog, a motivációt nem értem, hogy még ők min ölik egymást, hogy hát akkor, ha a Toncsiról van szó, akkor a Toncsi mit akar a Katáért? Járt a Toncsi a hajdúval? Persze. Hát igen, hát akkor igen. Ez a, innen jön az egész, hogy ő még mindig akarja ezt hát a férfit. Igen. Hiányoznak neki a régi ízek. Már? Tehát, hát hogy az a hangulatok. Igen, hogy ahogy vissza egy-egy régi étterem, ahol ők még randiztak. Így van. Aha. A csülökpörkölt illata. Jó. Megkérdezzük először, Toncsit, hogy mondja el nekünk ezt az ügyet. Kíváncsiak vagyunk, hogy... De miért Toncsit hívjuk? Hát, miért? Mert ez az illető, ez csak... Hívjuk először. Antóniát. Hát most elvileg ő volt, hát nem tudom, hogy ő volt. Hogy ő mit mond magáról, ha ő volt, vagy mit mond az alter egójáról, ha nem ő volt, nem tudom. Antónia, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, hello. Jó reggelt mindenki. Jó reggelt. Foglalkozunk mi ennyire a magyar bulvárral, témáink általában nem ehhez kapcsolódnak, de hát ezen beszélgetés mellett azért nem lehet elmenni, fölkapta a sajtó, és fent van a YouTube-on. Te vagy nem te vagy? Nem, abszolút, de hogy én vagyok. Tényleg gondolod, hogy én részegen, a gyerek mellett fölhívok bárkit is, főleg Sarkakatát, Hajdú Pétert, és ilyeneket mondok, amilyeneket, hát szóval elképesztő, de még mielőtt folytatnánk is, de még fogok sok mindent mondani, hadd köszönjem meg mindenkinek tényleg az oldalamon, a Facebook oldalamon ennyi levelet még soha nem kaptam, és hát nagyon-nagyon sokat jelent, iszonyatos napokat élek meg tényleg. De akkor kinek a hangja hasonlít ennyire a hangodra? Van egy hangdublőröd? Vagy tudom, valaki ennyire jól utánoz téged? A beszélgetésnek az elején egyébként, amikor még nagyon játsza az illető, hogy én vagyok, illetve hogy részeg, akkor egy ilyen picit úgy hallja az. Utána, amikor már hosszabb, csak rövidebb szavakat mond, és akkor utána, amikor már hosszabb szavakat és mondatokat mond, akkor meg aztán már tök egyértelmű, hogy nem én, tehát aki ismer, de aki nem is, hát rengetegen, tehát nem én vagyok. Nem hittem őket, már elkopott a szám, annyit mondtam el. Aha, jó, akkor elfogadjuk ezt, mondjuk, hogy nem te vagy. Nem de én de akkor kinek lehetett ez célja és érdek ezt a beszélgetést megcsinálni kvázi a te nevedben? Jó, akkor Janinak mondanám, hogy nekem hogy semmi volt. Nem... Hogy Janinak mondanám, nem. Hogy semmi nem csípi a szememet. Jó, oké, maradjunk ennyiben. Én 9 évvel ezelőtt, még azt sem, kimostam, már szóval 9 évvel ezelőtt Hajdú Pétert elhagytam egy borongós éjszakán, mert egy másik hölgy ült mellette a kocsiban. Igen. Lezártam, pont. Egy hónap múlva könyörgött több ismerősével felhivatott, hogy béküljünk ki, házasodjunk össze, szüljek gyerek, nem, és akkor nekem már a gyermekemnek az édesapja megvolt, tehát akkor mi már együtt voltunk, teljesen mindegy, oké, én nekem a Hajdú Péter nem kell, szép volt, jó volt, akkor hát szép sose volt, hát igen. Én mindenkinek elmondom, hogy a Péterben megvan az, amit lehet szeretni, akárhogy is nem szeretik, én nekem megvolt az okom rá, hogy mi együtt voltunk, aranyos volt, jó fej volt, szerettem. Aha. Elmúlt jó, hát igen. Miért hívnám föl telefonon 9 év múlva, ráadásul nem szoktam részeg lenni. Nem járok sehova, nem járok szórakozni, egyedül nevelem a kislányomat, reggeltől estig dolgozom azért, hogy enni jó. Tudjak okay. Neki adni. Te szereted a Sarkakatát egyébként? Én, figyelj most, tehát az elmúlt napok tükrében elég furcsa lenne azt mondani, hogy nekem semmi bajom a Sarkakatával. Ahogy igen. A beszélgetést olvasva ezt azért nehezen inni az ember, ha persze nem te vagy. Kicsit álszentnek tűnne. A Katával mi egy olyan 2-3 hónapig, 4 hónapig jóban voltunk 1-2 évvel ezelőtt, csináltunk közösen egy szépségversenyt. Aztán, kettőtök között? Kettőnk között, igen, és hát a történelem ismételte önmagát. Na, szóval mindegy, csináltak egy szépségverset, és én megszerettem a Katát. Nagyon aranyos, nagyon helyes,
tényleg. Kinek lenne oka tényleg a sarkáikat tudom, a sarka számán felhívni? Kinek? Mert ehhez ráadásul tudni kell a katáik számát is. Tehát ezért egy vadidegen nem hívja csak úgy föl a sarkáikat. Én tudom a katáik számát, én a Péternek a számát is tudom. Miért ne tudnám? Tehát volt más kapcsolatom is, az ő számokat is tudom. Nem hívogatom őket itt az állapotban. Úgyhogy, de én nem is szoktam, itt egyedül mondom, egyedül vagyok a gyerekemmel minden este otthon, hát ott ülöngélek részegen, ráadásul állítólag valami gyereksírás volt ott a háttérben, és hogy valami csecsemő sírt. Hát könyörgöm, az én lányom 8 éves, nem szokott már sírni. Aha. És tehát... nekünk van egy ilyen hangfelismerő szoftverünk itt a rádióban egyébként. Nem mondod. De abszolút, jaj, ez tök jól működik, hogy arra te engedélyt adsz, hogy mi ezt a felvételt betegyük ebbe a szoftverbe? Hogy? Természetesen. Igen? Hát mivel nem én vagyok. Mivel nem én vagyok azon a felvételen, egyértelműen igen, persze. Jó, hát akkor mi ezt meg... most, szívesen megcsináljuk, mert van egy YouTube felvételünk, csak bejátszhatatlan, mert hát ott olyan dolgokról beszél az a valaki megkata, ami azért kevésbé adásképes, hogy nyomtatott formában el lehet olvasni. Elég, hogy mondjuk egy-két dolgot, elég életszerűtlen az, hogy egy baráti társaság ül, szórakozik, stb. Ugye még mielőtt az a valaki telefonál, ül, szórakozik, jól érzik magukat, a Péter meg ott fekszik fönn a gyerekekkel és alszik. Mert hogy ugye ezt mondta. Ugye? Akkor egy baráti társasággal szórakozik, és közben egy ittas volt nő felhívja a telefonon a jelenlegi feleséget, akkor azt gondolom, hogy nem áll néma csendben egy órán keresztül vigyázban egy komplett baráti társaság. Mert ugye ott egy légy nem repül át. Hát, én meghallgatnám az most a baráti társaságot kell cáfolni, ez nem a hangodról szól. Hát most az, hogy ők, persze, én értem, hogy mit mondasz. Jó, figyelj, ezt szívesen megcsinálják, engem ez érdekel ez a, érdekel ez a dolog. Te, na, engem, de hogy közben te letiltatt az ügyvédeddel, nem? Jaj, de jó, hogy felhoztad. Nem tiltattunk le semmit, hiszen nekem megvan a levelezésem a katában. Itt van benne a telefonomban. Az e-mailem, el is tudom neked küldeni. Nem, köszönöm, nem. Nem akarok bele kerülni. Én csak a rádió műsort készítek, én 10 órakor már tovább megyek. Alá akart velem iratni egy nyilatkozatot, hogy én ezt engedélyezzem, és visszaírtam neki, hogy nem engedélyezhetek egy olyan hangfelvételnek a nyilvánosságra hozatalát, amit nem én szerepelek. Aha. És azt írta vissza, jaj, de jó, nem te vagy rajta, akkor nyilvánosságra is hozom, szupi. Na, ennyi, egy-kettő. A tegnapi egyik újság ugye az volt, hogy az ügyvédem azt mondta, hogy sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja, hogy mit tudom én vagyok, vagy nem én vagyok. Nem mondott ilyet sem az ügyvédem. Tehát egyszerűen annyi hazugság van ebben az egészben, és ki fogom deríteni, hogy mi áll a háttérben, ki csinálta ezt az egészet. Természetesen a bíróságon, a rendőrségen is feljelentést fogok tenni, illetve már megtettem bizonyos lépéseket, de folyamatosan tesszük, és az ügyvéd is rakja össze az anyagot, és igenis a végére fogok ennek járni. Jó. Na, ezt nem fogom annyiban hagyni, mert nem lehet egy embert, egy anya vagyok, egy gyerekem harmadik osztályban. De te most kire haragszol? Hát van egy hang, aki hozzád hasonlít, kire haragszol? A katáikra nem haragudhat, maximum arra, aki betelefonált helyetted, ha helyetted telefonált valakit. De csak kérdezem, hogy te kire vagy mérges? De mindig azért középen maradsz, maradj is ott. Nem, csak kérdezem, hát nekem csak érdekel, hogy te most kire haragszol, a betelefonálóra haragszol, vagy a Hajdú családra haragszol. Ki hozta nyilvánosságra ezt a felvételt? Aha. És ki haknizik vele azóta is? Bocsánat, ha így is történt volna, az egy tisztességes dolog, egy embernek az ilyen állapotát kihasználva rögzíteni beszélgetéseket, ráadásul úgy, hogy én magamról minden szépet és jót elmondok, milyen iskolát végeztem, milyen cégben vagyok, ügyvezető, hány tévéműsorom van, én meg ugye, ha én lettem volna, én ezt néma csöndben végighallgatom, és ugye, hát hiszen én csak 30 éve azzal haknizom, hogy szépség királynő vagyok, ugyanaz senkit nem érdekel, hogy közben volt 20, nem nézd, tudom én. Ez egy jó kérdés azért, hogy mennyire tisztességes egy ilyen beszélgetést kérni, a másik oldal meg azt kérdezi, hogy mennyire tisztességes akkor egy embert felhívni este 11 órakor és erről beszélgetni. Szóval azért mind a két oldalnak megvan a lehetősége, hogy azt mondja, hogy mennyire tisztességes. Balázs, de nem én hívtam fel. Aha. Nem, én hívtam. Jó, én értem, csak mondom, hogy azért én persze középen vagyok, csak azért amennyire nem tisztességes kiadni. Ha nem is te hívtad, akkor a hívónál azért azt is el lehetne, hogy mennyire tisztességes mondjuk egy agyát felhívni és elmondani, hogy jutott előrébb. És erről beszél, amiről beszéltek, vagy beszéltetek, vagy beszélt valaki. Azt ő mondta, hogy jutott előrébb, ez nem a...
azt nem a telefonáló mondta, ezt a Kata a saját szájával mondta, bocsánat. De itt a Kata is beszélsz vele, vagy beszéltek egymással? Mert itt én, van a... De nekem, én miről beszélni? Nekem nem jó, beadjuk a Katát is. Hello Kata, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Kata, hello, milyen nagy találkozás ez. Kata, hello, jó reggelt. Na, te itt voltál a vonalban, hallgatod a beszélgetést. Igen, hallottam. És? Mit szeretnél mondani? Mit szeretnél reflektálni erre? Hát nagyon szívesen. Hát ugye ez egy több mint 60 perces beszélgetés volt, ami ugye, nyilván valamit végig rögzítettem, és azért ebben nem csak egy-egy szavak vannak, hanem ebben sokkal-sokkal hosszabb témák vannak, mint például a politika, mint például más emberek magánélete, és ezen kívül még egyébként a társaságból volt valaki, aki szintén jó kapcsolatban volt régen Antoniával, és köztük is zajlott egy párbeszéd. Uh-huh. Egy ilyen párbeszéd, ami kicsit, szintén egy ilyen kicsit szexuális indítatású, de miért rögzítetted ezt a felvételt? Miért rögzítetted a felvételt? Úgy tűnik, mintha már az elejétől kezdve rögzítve lett volna. Nem, a körülbelül a negyedik hívás után gondolta azt az egyik ismerőt, gondolom én, hogy ezt érdemes felvenni. Szerinted ki volt, vagy szerinted ki hívott? Én azt gondolom, hogy ismerem Toncsi hangját, és ismerem a hangját illuminált állapotban is, és én azt gondolom, hogy ő volt. De hogy én az első perctől kezdve, mondjuk, amikor ez az egész botrány kirobbant, mi ugye nem szólaltuk meg, én a hívást megerősítettem, de nem szólaltunk meg. Majd aztán utána, amikor azért ez kulminálódott, és Antónia Facebook oldalán már ez egy ilyen hatalmas összeesküvés elméletté tűzte ki magát, akkor szólaltam én meg. De ha már az előbb az életszerűséget néztük, akkor igazából én is az életszerűséget nézem. Ki az, aki reggel úgy kell fel, hogy én ma felhívom Sarka Katát, kinyomozom a számát, vagy Hajdú Pétert, mert minket őket hívta, és eljátszom azt, hogy én vagyok a részeg Bálint Antónia, megtanulom az ő intonációit, megtanulom az ő jellegzetességeit, és még fölkészülök a magánéletéből úgy, hogy ha valami kereszt kérdés lesz, véletlenül akkor mondjuk arra tudjak válaszolni. Tehát mondjuk ezt sem gondolom. Tehát ez sem az életszerűség. Mit tud? Mi úgy fura van, azon mondom, hogy mit... Balázs, gyere vissza egy stúdióba. Nem, az én hangommal volt a baj. Jó, és akkor ti ezt a dolgot most lezártátok, Kata, vagy akkor most mi a folytatása ennek a dolognak? Tehát van egy állítás, van egy ellenkező állítás, én voltam, nem én voltam, hogy zárul ez a dolog? Hát az én részemről ez már lezárult azzal, hogy írtam a Facebookra, hogy lezártam, tehát legalábbis, hogy én azt gondolom, hogy az igazság kiderült, legalábbis számomra kiderült, nem tudom, hogy kinek mennyire egyértelmű, számomra kiderült az igazság, nekem, én is ismerek egy ilyen embert, aki hangfelzőt. Te azt állítod, vagy ti azt állítjátok, hogy a Toncsi volt. Ha a Toncsi volt, én csak kérdezem, nem azt mondom, hogy ő volt, csak kérdezem, mert nekem ez a dolgom, akkor te mit mondasz, hogy miért csinálhatja, hogy szerelmes még a Petibe, nem tudta elengedni, nincs túl a dolgon, mit gondolom, szeretne. Hogy erről van szó. Akkor? Nem gondolom, hogy erről van szó. Nekem gyakorlatilag az egészből azt tűnik ki, hogy nincs jó, nyilván nincs jó élete, és nehéz helyzetben van, nagy a stressz anyakán vagy a vállán, hogy a lányát egyedül neveli, és azt hiszem, hogy nem csak a velem kapcsolatos az, tehát azoknak, akik mondjuk szerinte jobban élnek, mert boldogabbak, mert kiegyensúlyozottabbak, mert mondjuk megvan minden, ami esetleg nekik nincs, azokat szerintem ő zsigerből nem szereti. És szerintem itt erről lehet szó, és ennek mi vagyunk egy ilyen kiszemelt pontja. Tehát nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy 10 év után még mindig a Petire vágyna, nem gondolom, bár mondjuk, amit mondott Antónia, és hogy csináltunk közösen egy szépségverseny, annak az lett a vége, hogy a férjemnek írt egy SMS-t, ami a titkos találkozóra hívta, és én ezért szakítottam meg akkor a kapcsolatot vele. Hogy együtt dolgoztatok, és akkor jött egy SMS, hogy Petit hívta Toncsi Randira? Amikor én voltam az egyik magazin partiján, akkor a Petinek írta egy SMS, meg az egyik
meg az egyik újságírónak, akinek segítséget kért, hogy a Petivel hagy tudjunk találkozni. Jó, én most Tocsi, azért nem szólítalak csak meg, mert tudom, hogy egymással nem akartok beszélni, de ha szeretnél reflektálni, akkor nyugodtan. Tehát én ezt meghallgatom, csak tiszteletben tartom, hogy egymással nem akartok nagyon, de szívesen összehozlak benneteket adásban. Nem szeretnék, de elmondom erre. Katika pontosan tudja, hogy miért kapta azt az SMS, nekem végig itt van a telefonomban az egész SMS-ezés, a telefonozás. Ugyanis Katika elfelejtett valamit a szépségverseny végén, amit neki kellett volna adni nekem, hagyjuk, mert teljesen mindegy, és Petit próbáltam... És ezért a férjemet Randira hívta. Hogy nem hívtam Randira. Próbáltam a Péterrel beszélni, és találkozni egyébként az akkori párom is ott volt mellettem, és próbáltam arra rávenni, hogy találkozzunk, hogy győzze meg a feleségét arról, hogy inkább a helyes úton járjon. Hát nem jött össze mondjuk, mert Katika rögtön sipákolni kezdett. Tehát, bocsánat, ezt nem, tehát rögtön hisztérikus rohamot kapott, hogy én Randira hívtam a férjét. Nem hívtam Randira a férjét, nem is érdekel a férje, tehát mindösszesen egy üzleti vállalkozásban dolgoztunk együtt ketten, ennyi. És most sem hívtam fel telefonon, bármennyire furcsa és már váratlan meglepő fordulat, és ki fog derülni az, hogy ki volt az, aki telefonált, majd a rendőrség kinyomozza. Kata, vagy nem tudom, hogy szólíthatlak-e így, hogy Katika, de inkább én maradok a Katánál. A beszélgetés alatt, amit te rögzítettél, vagy amit... Egyébként a hangis Katikának szólít. Na, igen. Ezt akartam kérdezni, hogy tudsz-e egy olyan pontot mondani, amit csak te tudhat, vagy a Toncsi tudhat, a Hajdú tudhat, meg mondjuk te tudhatsz. Volt benne olyan, amiről lehet azonosítani konkrétan, hogy tényleg a Toncsi, vagy nem a Toncsi? Igen, több olyan volt, de azt mondom, hogy amivel mondjuk 100%-os bizonyosságot nyert, az a harmadik személy ebben a dologban, vagy a negyedik személy ebben a dologban. Ja, akit említettél már, hogy szintén volt valami kapcsolat. Akivel olyan szintű beszélgetésük volt, de egyébként nem is, a telefonáló, ez nem tagadta, hogy ő az, tehát ő bemutatkozott, és végig Antóniaként viselkedett az egész beszélgetésen. És olyan dolgokat mondott a másik ex-ének, amit én azt gondolom, hogy csak ők kettet tudhatnak. És a Peti mit mond? Vagy Antónia baráti körében kell keresni azt, aki ugyanolyan hangú, mint Antónia, és ilyen bizalmasa. Hát ez egy érdekes dolog. Minden esetre ezt így kívülről szemlélve azért mi, persze az ember ezt így olvassa, hát így keménynek tűnik, hallatszik a hangotokon azért nyilván, hogy nem kedvelétek egymást, vagy Toncsin talán jobban, de hát nekünk nem feladatunk igazságot tenni, minden esetre érdekes ez a dolog. Mondja, Toncsi? Ez annyira nem kemény, ez Kata vagyok. Bocsánat, Kata. De annyira nem kemény ezért ez a történet, hiszen azért nem származott ebből azért senkinek semmilyen problémája. De hát egyelőre. Kínos. Hát egyelőre, mert Kata, te azt mondod, hogy ugye te a magad részéről lezártad ezt a történetet, viszont Toncsi, amikor beszélgettük vele, azt mondta, hogy jogi útra szeretné terelni ezt a dolgot, mert hogy az ügyvédje már állítja össze az anyagot. Hát nekünk van. Ja, várjál, bocsánat, és még esetleg ami érdekes, hogy nekünk is van egy másik jogi ügyünk, egy kommentelővel, aki két éve folyamatosan kommentelget minden napilap cikkéhez, az én oldalamhoz, a Petiéhez, mindenkihez, és nagyon ismerős volt nekünk is a stílus, már akkor is azt gondoltuk, hogy Toncsi az más néven, és ebben a beszélgetésben ezt ő elismerte. Hogy ő kommentel. Aha. Hogy ő az, aki ezen a néven kommentel. Nem tudom, hogy bajt kapok komolyan. De mindenről van felvétel. Na jó, figyeltek ide, valóban, tehát itt van egy-két paranoiás személy ebben a történetben. Soha nem látogatom egyiknek az oldalát sem, tehát nem érdekel, nem hogy áll profilokat gyártsak, tehát nekem van jobb dolgom, én dolgozom. Egyébként most ülök a kocsimban a munkahelyem előtt, hogy végre elkezdhessek dolgozni, persze örülök, hogy veletek beszélgethetek. És ez a mániájuk, hogy én vagyok az. Tehát nagyon örülnék neki, hogyha már végre akkor kinyomoznák, és valaki utána járna, és rájönne már, hogy nem én vagyok, mert nem én vagyok, és nem én telefonáltam, tehát hiába próbálják ezeket az összeesküvés elméleteket gyártani, nem érdekel a Hajdú család, sem a Sarka Kata, sem senki. Dolgoztam, én hónapok óta meg se nyekkentem, mukkantam a médiában, nagy ritkán, valahol
dolgozom reggeltől estig, ezt csinálom, és nekem nincsen rossz életem, nem tudom, Katika, lehet, hogy a telefonál is így hív, én azért hívom így, mert nekem ez tetszik, és ez úgy illet hozzá, amikor mi együtt dolgoztunk, mondjuk idézőjelbe téve, és egy nagyon közeli barátja is így hívta, ez nem degradáló a Katához képest. Nos, tehát Katika bármennyire is szeretné, nem, tehát semmit, nem foglalkozom velük, nem foglalkoztam velük. Egyet még azért hagyd mondjak el, hogy nagyon-nagyon kellemesen. Tehát ő azt mondja, hogy szerinte senkinek ebből semmi problémája nem származott. Bocsánatot kérek. Ja, először is ugye, hogy nincsen rossz életem. Nem tudom, hogy honnan tudja, mert nincsen benne a mindennapjaimban, nincsenek közös barátaink, fogalma sincsen arról, hogy élek. Nem attól jó valakinek az élete, hogy mondjuk rengeteg pénze van, meg mondjuk van mellette egy férfi. Persze, hogy ettől szebb tud lenni. Ez nagyon rendben van, de hogy valakinek nincs meg, attól még nem rossz. Én egyedül nevelem a kislányomat, igenis minden fillérén megdolgozom, amiből enni adok a gyerekemnek, és nekem igenis hátrányom, hadd fejezem be, származ abból, hogy azt beszélek. Jó, ezt már elmondtad. Igen. Hogy részegen. Igen. Lesz bírósági ügy, vagy nem lesz bírósági ügy? Tonci? Persze, hogy lesz. Kata? Hát egy már van. Hát egy én, már nagyon, van én nagyon várom, mert most ebben a monológban is volt két olyan momentum, ami a bíróság előtt a teljes hangfelvételen nagyon jól fog mutatni. Jó. De hát nem én telefonáltam. De egyébként a Katában már van egy, mert már ugye a jósnőségben már bepereltem, az egy büntető, úgyhogy a rágalmazás, ez lesz a következő. Úgyhogy kettővel indulunk neki a 2015-nek, és higgyétek el nekem, illetve az ősznek, higgyétek el, hogy jobb dolgom is lenne, de nem hagyhatom, hogy ezt tegyék most már innentől kezdve, mert ez már tényleg egy kicsit sok, hogy egy ország előtt a hajamnál fogva húznak, cibálnak a földön, és nem hívtam fel őket. Jó. Mindenki meghallgathatja ezt a hangfelvételt, fent van a YouTube-on, aztán mindenki döntsön belátása szerint, hogy ki telefonált, vagy kinek, kihez hasonlít a hangja. Jó? Mi megnézzük majd ezt szoftverrel, aztán elmondjuk az eredményt. Tonci, Kata, szeressétek egymást. Jó? Ja, jaj, jaj, de gyönyörű volt. A feloldás. Szeressétek egymást, jó? Szeressétek egymást. Fölhívom, ha letettük a telefont, hogy hol találkozunk. Az a hangotok alapján, vagy a hangod alapján, igen, ez erre sok esély megvan. Puszilunk, lányok, sziasztok. Szevasztok. Ciao. Hello. Micsoda harc? Ez fölbojdította. Micsoda cica harc? A reggelünk. Nem, hát azért kell ezzel foglalkozni, mert igazából érdekes a beszélgetés, de nyomtatott formában mondom, a Velvet is lehozta, olvassátok el. Hát ott megy az adokkapok. Megy az adokkapok. Igen. A telefonbeszélgetés csak azért nem tudjuk bejátszani, mert ott aztán mindenről szó van. De azért szeretem az ilyen beszélgetéseket, mert tudhatjuk, hogy valaki hazudik. Igen. Igen. Tehát itt valaki két fél valaki közül, nem valaki, igen. Jó, 3-4-10 múlt pontosan 1 perccel, jövünk egy pici szünet után a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt 4 perccel. Gyerekek, itt többen írjátok egyébként, és meg mindjárt elmondjuk erről a véleményünket, hogy miért kell ilyen dolgokkal foglalkozni, meg hogy mi nem szoktunk. Szerintem kell, tehát, hogy azért ez sokan olvasnak bulvárt, sokan a hallgatóink közül forgatják a sztorit, a bestet, a Hello magazint, és olvasnak bulvárlapokat internetes formában is. Igen, azért ez egy érdekes beszélgetés volt. Közszereplőkről van szó. Mi kevesebbet foglalkozunk hazai bulvárral, lehetne minden nap tényleg valakinek valamilyen ügyével foglalkozni, de én szerintem, amikor két csaj egy adásba összekerül, akkor szerintem azért ez jó tud lenni. Szoktunk, szeretünk mi is néha a bulvárral foglalkozni, a bulvárt nem kell lenézni, a bulvárt nem kell elutasítani, még az is belenéz a bulvárlapba, aki akkor ilyenkor a legvéresebb szája a fröcsög. Igen, ez így történik körülöttünk, hát ne legyünk álszentek, miért ne foglalkoztatnánk ezzel? Vagy miért ne foglalkoztatnánk Lézzel. Ezzel is, nem? Meg jó. Egyáltalán, miért csak a Hajdút hívja föl mindenki, hogy felajánlják neki a szájukat? Miért ne hívjátok a Jánost is? Miért nem is Mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Kimúlt boldog, kicsit talán a mi kezünk is benne van, Kálmán Olga interjúja is benne van, az Utca Szövetség hát eltemette boldogot, a torszülöttet. Már maga a kiskabala figura egyébként nem is volt az, csak a nagy, ami élőben megjelent azon a bizonyos sajtótájékoztatón, ugye tegnap erről mi is beszéltünk, nem sikerült túl jól, nem. És próbáltunk hát tippeket adni az Utca Szövetségnek, hogy ki lehetne az új jelölt, és milyen irányba menjenek az új kabala figura kitalálásával. Minden esetre az egy nagyon fontos
fontos szempont, hogy hagyják a genetikai mutációkat. Jó? Valami aranyos, kedves, mosolygós kis kabala figurát készítsenek nekünk. Valamint felhívtuk Gangsta Zolit, kicsit érdeklődtünk, hogy van, mit csinál mostanában, illetve pár nappal ezelőtt verekedésbe keveredett egy koncerten, és próbáltuk kideríteni, hogy mi történt. Valójában ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt kívánok, hát ez a Zoli. Zoltán. Milyen jó, hát ez van, mi? Hát miket mesél? Rakedról arc. Ez a mai popzene, vagy mi ez? Nem teljesen popzene, de igen. Hasonló, igen. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán már búcsúzunk is. Voltál kint tegnap? Voltam. Tényleg? Kimentünk egy kicsit. A srácok hétfőn nagyon beleszerettek a szigetbe, a fiaim, úgyhogy mondták, hogy menjünk ki. Tegnap kinéztünk még egyszer. Ajja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 j
igen, tehát ez hát egy beállítás. Jó, nem baj, hát nincs meg a nap hallgatója. Nem baj, van ilyen, hát nem mindenki számít ránk. Csabikám, milyen zenéid lesznek, remek zenék? Chris Brown-nal hogy álltok? Nagyon jó. Szerintem az egyik legjobb énekes abban a műfajban, amit ő művel. Ez abszolút így van. Nem vitatkozunk vele. És egy Dioro nevű fiatal DJ, egy 23 éves DJ, aki bontogatja a szárnyait, volt már egy ilyen korábbi sikere, a Five Hours című sláger, és felkérte a Chris Brown-t, hogy énekeljen egy friss dalában. Kreatív a csávó, Five More Hours címet adott ennek az új dalnak, és ezt hozom nektek. Ajánlom. Meghallgatjuk. Meghallgatjuk. Én kétszer. Csabi, én a kívánság műsorról 555-55-00. Ez a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni, akkor hívjátok Csabit. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.